A következő műsorszám meghallgatása mindenki számára ajánlott. Együttműködő partnerünk a Cooltree.hu, Magyarország első digitális képregény platformja. JNA Brand New Voice. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez a JNA Brand New Voice, Magyarország első és egyetlen sorozatterápiája, ahol senki sem szeretnénk kikúrálni, sokkal inkább felpofozni, minél több popkulturális csemegével és erőfitoktatással. Úgy érzem, hogy volt egy rész, amire vonatkozott. Nem volt olyan rész, nem tudom, miről beszélsz. Abszolút nem volt olyan rész, úgyhogy semmi baj. Okay. Ellenben a mai adás, igen, tudom, hogy villog a kép, ez szokott ilyet csinálni, semmi gond ezzel nincs. Okay. Na mindegy. Szóval gondoltam, figyelmeztetlek, hogy mindjárt összeomlik a géped, de oké. Okay, nem omlik össze a gép, már nem volt újraindítva egy párszor. Nem fogadom. Szóval a mai adás nagyon-nagyon izgalmas lesz, hármokból kifolyólag, illetve ami lehet, hogy négy. Hogy le fog halni az adás közepén a géped? Nem fog lehalni. Az lehet, hogy elveszik az, amit már felvettünk, de azon kívül semmi baj nem történhet. Szóval a mai adás nagyon izgalmas lesz, ugyanis Will Smith felpofozta Chris Rockot az Oscar gálán. Élik-e ilyet csinálni, nem élik ilyet csinálni, erről is lesz szó, többek között a mai adásban. Ezen kívül Tom Cruise feltette a legnagyobb kérdést. Van-e még olyan sztár 2022-ben, aki annyi erővel rendelkezik, hogy szembe mer szállni és le is tudja győzni a film stúdiót? Erre is keressük ma a választ. Sőt, ezen kívül beszélgetni fogunk két részben Magyarországon forgatott sikersorozatról is, az új Halo-ról, illetve a Moon Knight-ról. Yeah, többek között. Yeah, baby. Többek között meg még egy-két egyéb dologról, és a Picardról is már nagyon rég szeretnénk beszélni, túl vagyunk 4 epizódon, és igen, tudom, nem kell forgatni a fejet, tudom nagyon jól, irgalmatlanul imádom ezt a második évadot, pedig nem tudom, nagyon más, mint az első, de nekem valamiért jobban bejön. Oké, szeretném menni aludni, mert én egyedül is meg tudom csinálni. Na, csináljuk. Jó, hát akkor kezdjük azzal, hogy mi is történt az Oscar gálán, mert szerintem ez egy olyan topik, ami mindenkit jobban izgat, hogy ki mit gondol, világnak megvan a véleménye. Szóval lényeg a lényeg, ami vasárnap... nevetséges, by the way. Attól függ, melyik véleményre gondolsz. Vasárnap tartották az Oscar gálát, ami a 91. Oscar gála volt. És amiről senki nem tudott. Többé-kevésbé senki nem tudott. Minden idők aztán második legkevésbé nézett adása volt, viszont nézete volt, mint a tavalyi, szóval kvázi kihúzta Will Smith a mélyből. Az Oscar-gálát legalább elérte azt, hogy beszéljenek róla, ha már más nem tudott elérni. A díjazatokról ma nem fogunk beszélni, mert erre volt a BMW Bites, úgyhogy, de a Dűne díszlettervezője az például magyar hölgy volt. Csak na, úgy megjegyzem meg. Úgyhogy ha már úgyis a magyarokat dicsérjük a mai adásban elsősorban, akkor legalább említsük már meg ezt is. Ezt a kis tényeskét. Szóval tartották a Dolby Theaterben ezt a kis Oscar gálát, ami nem tudom, hogy valaha hallottál, nem túl fontos dolog egyébként. Hát valami dereng, talán valami, nem tudom, ilyen kisebb jelentek talán. Ja, attól ez a kis sárga szobor, valahogy úgy néz ki, mint az ott. Igen. Na mindegy, nagyban zajlik a gála, épp a Chris Rock érkezik. Komikus, fekete, vékony, nyűzük egy gyereket, nem szemben haverja. Nem feltétlen, de én szeretem kihangsúlyozni, mert imádom Chris Rockot. Igazából baromira régóta, de a Mindenki utálja Chris-nek köszönhetően kifejezetten imádom a színészt. Szóval Adam Sandler nagy haverja egyébként. És paradoxikus. Igen. Mert... ja, csak a Mindenki utálja Chris című részre reagáltam, hogy azóta imádod, de igen, értem. Hát igen, mert miután megismered, azóta tudod, persze, hogy őt úgy utálod, hogy imádod, vagy úgy imádod, hogy utálod, én már nem tudom. Na mindegy. Szóval, igen. Chris Rockot imádjuk, ez a lényeg. Tulajdonképpen jönne prezentálni ezt a dokumentum kategóriát, ahol nyilván olyan ember nyer, vagy olyan alkotás nyert, amiről senki nem beszélt, és senki nem tudta létezéséről sem, és ezután sem fog, hála az égnek. Tulajdonképpen történetesen az van, hogy mondja, előtte való nap lepróbáltak mindent, semmi gond nem volt, aztán jön egy imprós poén. Egy impros poén egy komikustól. Hát hihetetlen. Teljes mértékben halatlan, és oda szól egyszer csak Jada Pinkett Smithnek, hogy imádlak, Jada. Egyébként nagyon várom már a G.I. Jane 2-t, amin Will Smith röhögött először, aztán a felesége nagyon-nagyon-nagyon csúnyán nézett rá. Will Smith pedig úgy döntött, hogy jó, rendben, ezt nem toleráljuk, megmutatjuk a világnak azt, hogy kik vagyunk mi. Oda megyünk a színpadra, lekeverünk egy bazinagy taslét ennek a Chris Rock gyereknek, aki baromira professzionálisan állta a sarat, és utána még Will Smith gorillaként üvöltött vele, hogy szádra nem mert venni a nejem nevét. Igen, az ember egy pillanatra így a 8 körben érezte magát. Hát én ezt egy állatkertben, de ahogy érzed. Vagy ott, de igen, tehát nem tudom, mondjam én először, hogy mit gondolok erről, vagy... Szerintem persze, kezdjük. Tehát amikor én először hallottam ezt a hírt, akkor ugye még nem láttam a hozzátartozó videót, tehát csak azt hallottam, hogy beszólt a feleség. Tehát így prezentálták ugye a híreket, legalábbis külföldön, hogy szerintem itt is, hogy hát beszólt a feleségének, vagy a betegségére. Tehát hogy lényeg az, hogy ki volt emelve, hogy a feleség a betegségéből űzött gúnyt, és hogy Will Smith lekevert neki. Hát mondom, jó, biztos jogosan, mert ki a tökön viccelődik betegségekkel, mit tudom én, jó van, úgyis Na jó, de várja. Tök jogosan egy élőben közvetített televíziós eseményen, ami egy díjkiosztó gála. Szerinted létezik olyan verzió, ahol ez jogos lehet? Nem, de hogy úgy éreztem, hogy oké, akkor legalább valami nagyon durva beszólás volt az, amire így reagált. Aztán megnéztem a videót, és igazából szerintem bárki, aki azt látja, rájön, hogy ez egyáltalán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem vehető, még beszólásnak is éppen hogy vehető, illetve semmi köze nincs a betegségéhez. Szerintem abban sem vagyok biztos, hogy Chris Rock tudta egyébként, hogy ő miért kopasz, mert biztos, azért nem egy... De hogy mondjam, szerintem én például nem tudtam, mondjuk nem is érdekel, de nem követem nyomon a Smith családnak a mindennapjait, de szerintem egyrészt nem feltétlenül kellett, hogy tudja, másrészt meg azért nem ő az egyetlen nő, aki ezt a stílus nyomatja, tehát azért nagyon sok kopasz nő van Hollywoodban ahhoz, hogy jó, Hollywoodban nem, de hogy mondjam, tehát a szórakoztatóiparban azért nem olyan ritka, hogy valaki letolja a haját. Most itt nem. Igen, folytas kell. Pedig kezdtem reménykedni, hogy itt már többet nem kell megszólalni. Én is. Mindegyes mondattal mélyebbre ásom magam. Szóval a lényeg az, hogy szerintem abszolút egy nagyon gyenge beszólás volt, ha egyáltalán lehet annak venni. Sőt, még dicséretnek is lehetne venni, hogyha valaki a jó indulatot feltételezni a másikról, amit nem történt. Meg ne forgasd a szemeidet, így nem tudok beszélni. Mi a probléma? Konkrétan az én álláspontom ebben a kérdésben az, hogy ez egy bók volt. Hát szerintem nem biztosan, de annak is lehet vennie, hogy a G.I. Jane-es. Tisztázzuk, hogy ki is G.I. Jane. Ez egy brutálisan vagány film a 90-es évekből, egy őrülten szexi Demi Moore-ral a főszerepben. Tehát én nem találok olyan, ráadásul nem is egy rossz filmről van szó, szóval én nem találok egy olyan szenáriót, ahol ez nem bók. Igen, ráadásul ugye nem is az volt, hogy nem tudom, Gollamhoz hasonlította, hanem egy amúgy tök jól kinéző szexszimbólumhoz hasonlította egy amúgy nem rossz filmben, ahogy mondtad is. Tehát abszolút túlreagálta ezt Will Smith, illetve ami külön szánalmas volt számomra ebben az egész interakcióban, hogy az egyértelműen látszott, hogy Will Smith kurva jól szórakozott ezen a poénon egészen addig, amíg rá nem nézett a feleségére, aki rosszaló pillantásokat vetett rá. Tehát abszolút tényleg ez a legprolibb ilyen ott áll az asszony a sodrófával, és ezért csinálni kell valamit, hogy úgy tűnjön, hogy van tökünk című jelenetet láttuk, csak éppen ahelyett, hogy ezt a falusi kocsmában rendezték volna, ahelyett egy Oscar gálán sikerült ezt megejteni. Egyébként minden tiszteletem Chris Rocké, aki abszolút jól lereagálta ezt a helyzetet, még azért látszott rajta, hogy kicsit úgy le van döbbenve, hogy most what the fuck happened. És ahhoz képest teljesen ott tudta tartani magát, és olyan szinten összekapta magát, hogy még utána poénkodni is tudott. Igen. Tehát hihetetlen. Igen, abszolút le a kalappal előtte, viszont Will Smithről eddig se volt valami jó véleményem. Tehát elég szomorú, hogy nem volt. Nekem kimaradt az a korszak, amikor Will Smith-t imádtam. Tudom, hogy sokaknak ez ilyen gyerekkori, meg fiatalkori mánia, hogy Will Smith olyan jó. Nem csak gyerekkorból ered ez a dolog egyébként, hanem nagyon sokan, akik vele együtt forgatnak, ők mindig azt mondják, hogy egy nagyon jó ember, és nagyon jó vele együtt dolgozni. Figyú, szerintem neked sem nagyon kell elmondani, hogy milyen az, amikor valakinek így elborul egy pillanatra. Ó, nekem és abszolút akkor, nem, csak... Hát azért mondom, hogy mindenkinek vannak ilyen mélypontjai, és azért ez alapján megítélni egy embernek a személyiségét nem biztos, hogy kell. Nem azt mondtam, hogy meg... Egyébként én bármilyen témában azon a véleményem vagyok, hogy látunk egy kiragadott pillanatot valakinek a az életéből, nem biztos, hogy ez alapján olyan nagyon véleményt lehet formálni a személyiségéről viszont. Azért Will Smith-éknek nem az az első eset, hogy azt gondolják, hogy ővék a világ. Az, hogy ő teljesen okénak gondolta, hogy ezt megteheti, már pedig okénak gondolta, mert utána ugyanúgy felállt és átvette a díjat, és egy büdös szó nem esett arról, hogy ezelőtt pofoztam fel egy embert. De bocsánat is kért. Nem, a közönségtől. Chris Rocktól nem. Jó, Chris Rocktól utána kért pár nappal később. De másnak. Nem, tehát hogyha van időd, mit tudom én, legalább 20 percet újra gondolni ezeket az eseményeket, akkor minimum az, hogy kicsit jobban bocsánatot kérsz. Vagy át se veszed a díjat, vagy meakulpázol onnantól kezdve egész nap. De az, hogy ezt nem tették meg, és utána, hogy mit vitelt ugye a kis remek fia, nekem ebből az jött le, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy bármit lehet, mert ők a Smith család, és bármit lehet nekik, mert eddig is bármit lehetett nekik. És mindenből kivásárolják, vagy kimagyarázzák magukat. Jó, hát az, hogy eddig is lehetett nekik bármit, azzal én maximálisan nem értek egyet. A kölyök hiszi ezt magára, és a kölyök meg is csinál bármit, amit megtehet. De mert a szülei mindent megengedtek neki. Nem csak a szülei engednek meg nekik mindent, hanem ugyanaz, amire Will Smith sem dobták ki az esemény után, vagyis erről az incidens után. Onnantól kezdve igazából... Igen. Hát ez a másik pont, amit nem értek, hogy onnantól kezdve, hogy tök mindegy, hogy sztár vendég vagy bárki, amint valaki fizikálisan bántalmaz egy másik embert, akkor hol van az meg a másik, de bármikor az esemény során, hol vannak a biztonságiak, miért ülhetett ott, miért vehette át a díját? Egész röviden. Tehát minimum az, hogy kidobják ilyenkor, ha nem hívnak rendőrséget. Viszont hogyha azt nézed, két dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy Amerikában ugye kihagyták azt a részt az élő közvetítésből, amikor ugye Will Smith finoman fogalmazva káromkodott, hogy neved a feleségem nevét a szádra. Című rész, ez a világ többi részén, illetve Ausztráliában egészen biztosan adásba került. A másik dolog az... Egyre jobban bírom az ausztrálokat, én. A másik dolog pedig az, hogy az akadémia meg ugye azt nyilatkozta, hogy nekik most egy nyomozást kell indítani. Nem értem, hogy miért, és hogy ez hetekig fog eltartani, hogy valami eredményre jussanak vele. Abszolút nevetséges ez egész. Tehát igen, tehát amikor ilyen dolgok vannak, akkor te miért várod azt, hogy azonnal történjen ott bármi is? Hát figyelj, most akkor ilyen alapon én nem tudom, elkezdhetne valaki lövöldözni mindenki között, és akkor nem tudom, 20 perc lenne, mire... Kicsit más, de oké, értem. Teljesen más, de hogy érted, mire gondolok. Tehát persze. Most, hogy az valaki nekiáll pofoszkodni, akkor nehogy már azt így csendben tűrjük. Nyilván, hát nem szabad ez egyébként. Abszolút nem kellett volna, illetve egyetértek azzal az akadémia taggal, aki szerint azonnal cselekedni kellett volna, illetve... még a tagságát is felül kéne vizsgálni. Fel is fogják szerintem ezek után. Hát nagyon remélem. Mindenesetre ez sehol nem fér bele, és az, hogy Will Smith, illetve a felesége azt gondolják, hogy ez beleférhet, az nagyon-nagyon csúnya képet fest arról, hogy a sztárok önbecsülése és a világban elfoglalt helye szerintük hol van. Szerintem nem ez a legrosszabb ebben az egészben, sőt, sokkal rosszabb. Szerintem az a legrosszabb, hogy Chris Rockot felpofozták, de igen. Az is, határozottan, de ennél sokkal, de sokkal súlyosabb ez az incidens, mint hogy mi történhetett meg, és hogy az akadémia miért nem reagált rá úgy, ahogy egyébként kellett volna. Milyen vonatkozásban? Megint csak a társadalom és társai vonatkozásában, ugyanis mi nagyon sokat beszélünk arról, hogy ma már nem szabad semmivel sem poénkodni kb. És nagyon oda kell figyelni mindenre. Miközben, korábbi adásban is előkerül. Igen. Miközben ugye tulajdonképpen minden egyes poénnal valakit megsértesz, mert különben nem létezne. Ezzel a komikusok is egyetértenek egyébként. Kérdés egyébként az hogy erről egyébként tök jó témákat lehetne nyitni, hogy van-e poén anélkül, hogy valahova oda szúrna. Nincs. Mert egyébként szerintem is... Max fizikális. Igen, de az is általában az, hogy valaki pofára esik, vagy hasonlók. De az csak saját magaddal cseszel ki. Hát vagy... amennyiben te vagy a poén tárgya, igen, vagyis a nevetség tárgya éppen, de hogy nagyon nem nagyon ismerek olyan jó vicceket, ami nem szúr oda vagy egy társadalmi csoportnak, vagy egy konkrét embernek, vagy nem önkritikus, mert abban az esetben is ugye magadon gúnyolódsz, tehát igazából nagyon kevés az olyan poén, ami jó is, és tényleg humoros, és nem sértődik meg rajta tényleg a világon senki. És szerintem egyébként vannak határok, tehát nagyjából fel lehet mérni, hogy mi fér bele, és mi nem fér bele. Ez abszolút a belefér kategória, én azt sem én még sértőnek se feltétlenül mondanám, de nyilván mindenki félreérteti úgy, ahogy akarja, megértelmezheti úgy, ahogy akarja. Viszont azzal, hogyha már tényleg semmit semmi nem lehet viccelődni, tehát ugye most már nem lehet viccelődni bőrszínen, nem lehet viccelődni betegségeken, nem lehet viccelődni a nemen, nem lehet viccelődni a szexuális orientáción, akkor mi maradt? Tehát, hogy semmi. Plusz most akkor felvetem a kérdést, hogyha ezeken nem lehet, akkor egy mondjuk egy fehér heteroszexuális férfi miért lehet, akkor vagy senkin, vagy mindenkin. Hát senkin, mert azon és se lehet. Nyilván meg kell találni a közönséget, tehát nyilván nem erőszak túlélőinek a terápiáján fogsz rape joke-okat nyomatni, de hogy szerintem ezen az eseményen abszolút belefért. Oké, két dolog. Tehát, hogy komikus vagy, és elmorzsolsz egy poént, akkor van ez az alapmondás, hogy olvasd a termet. Tudd, hogy mi az a poén. Volt ez az anglicizmus magyarul, igen. Nézd a közönséget lényegében, figyeld a közönséget, igen. És hogy tudd, hogy mi az, ismerd a közönséget, igen. De nem ismered idegenek. Ami a lényeg az, hogy tudd, hogy mi az a poén, amit elsüthetsz abban a közegben. Viszont visszakanyarodva, mire elkanyarodtunk oda, hogy mi az, amivel lehet viccelődni, amit egy mondatban összefoglaltunk, hogy nem lehet viccelődni már semmivel, és ez a legsúlyosabb szerintem ebben az egész esetben, hogy a komikusok jelenleg rettegnek. Ugyanis nem tudják azt, hogy mikor fog feljönni valaki a színpadra, és kever le nekik egy maflást. Az összes komikus azt nyilatkozza, hogy ők most már tényleg félnek. Eddig is féltek, mert nagyon sokaknak vannak olyan horror történeteik, hogy az emberek megvárják őket a helyszín mellett, és hogy elbeszélgetnének velük, vagy éppen bántalmaznák, vagy valami hasonló. Vannak olyan komikusok, akik abba hagyták az egész stand-up-olást, pontosan azért, mert az emberek hogyan reagáltak rá, és ez a legrosszabb abban, hogy Amy Schumertől kezdve kb. Mindenki azt mondta, hogy tulajdonképpen nekünk innentől kezdve rohadtul félnünk kell, hogy ez mikor fog velünk is megtörténni, mert hogy ez megtörténhet egy élő televíziós adásnál, ahol lehet hibáztatni az akadémiát, de ugyanúgy az ABC-t is lehetne hibáztatni, aki közvetítette ezt a dolgot, hogy senki, az égeti világon senki nem csinált semmit. Nem állították meg, nem dobták ki utána, nem történt semmi az égeti világon, és innentől kezdve, hogyha egy stand-upos elmegy turnézni, és valaki fel akar menni utána a színpadra, vagy akár megvárja őt a műsor után, akkor mi történhet vele? Szerintem egyébként ez pont, hogy az ellenkezőjére hívja fel a figyelmet, hogy igenis ezeket el kell kerülni. De nem, mert hogy Will Smith azt mond, tulajdonképpen Will Smithnek ez a cselekedete, ez egy zöld utat adott az embereknek arra, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülnek, akkor igenis. De amilyen párbeszédet elindított, szerintem az meg pont, hogy az ellenkező következtetésre fut ki, hogy erősebb lesz a biztonsági dolog jobb esetben, de ez megint csak a nagyobb neveknél tud előfordulni. Egy kisebbnél nem. Egy New York-i kis pubban, ahova elmész stand-upolni, ott nem lesz nagyobb a védelem. Persze, de ott eddig sem. Tehát, hogy valószínűleg nem hallottunk arról az 6 millió esetről, ahol már megtörtént ugyanez, csak nem Will Smith meg Chris Rock közt. Persze, csak ezek után bárkivel megtörténhet, és ez a probléma. Ezek előtt is bárkivel megtörténhetett. Jó, csak ez előtt senki nem beszélt ezekről a dolgokról, mert nem tudtunk róla. De igen, pont ezt mondom, hogy szerintem amúgy az jó, hogyha beszélünk róla. Szerintem nem az a jó, hogyha beszélünk róla, az, hogyha teszünk ellene valamit. Igen. Hogyha tettek volna ellene valamit, akkor. Az is persze. De annak szerintem mindenképpen örülhetünk, hogy egyrészt Chris Rock jól jött ki belőle, megnőttek ugye az eladások. Will Smith szerintem nem kapott elég negatív visszajelzést. Kapott szerintem nagyon sokat olyan emberektől, akiktől ténylegesen számít, plusz az akadémia ezt nem fogja tolerálni. Nem nagyon reméljük. Tehát akár mennyire is be van gyöpösödve az akadémia, és a segít állandóan a földbe dugja, pocsék a gondolkodás arról, hogy ugye minden kategóriában nevezzünk legalább egy feketét, meg, vagy színesbőrt, vagy valamit, gondolkodásmódot képviseli, ezt nem fogja tolerálni. Tehát ez már tényleg túlmegy minden határon. Meg hát nem is tolerálhatná, tehát most ha ez ellen nem tesznek semmit, akkor ők is meg fogják kapni tök jogosan a negatív véleményt, a közvéleménytől is, meg a sztárok részéről. Ez egyébként egy tök érdekes dolog, mert amióta beindult ez a Me Too, azóta valahogy, mint hogyha egy feldúzott volna, hogy az emberekben ez az igazságérzet része, ami még jobban súlyosítja, mert most hetekig erről fogunk beszélni kb. Mire gondolsz itt a Me Too-val? Hogy tulajdonképpen azáltal így elindult ez a társadalomnak a figyelmének a felhívása különböző dolgokra, és kb. Így havonta valami másra. Hát a PC, igen, de hogy ez már egy jó pár éve megy. Persze. Nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy itt tulajdonképpen egy olyan reakciót láttunk, ami általában egy ilyen nagyon PC közegben szokott megjelenni, csak mínusz pofon, tehát hogy megsértődni mindenen, nem nézni a kontextust, és ez a fekete-fehér gondolkodás, hogy nem fér bele, hogy ezzel meg ezzel viccelődünk. Persze. Punktum. Viszont maga a reakció erre viszont egy nagyon pont ennek az ellenkezője, tehát egy ilyen nagyon archaikus, ez a megvédjük az asszony, dunga-bunga, és bemosunk a gonosz fenyegető izének, aki sértegette, tehát hogy ez így tök ellentétes egymással is, és önmagával ez az egész. Bennem egyébként még az a kérdés is felmerült, hogy tulajdonképpen tényleg ennyivel rosszabb, hogy szavakkal bántalmazta a nejét, mint hogyha valami fizikálisabb dolog lett volna? Szerintem amúgy, tehát hogyha bántalmazta volna, akkor azt mondom, hogy ez nem, annak nincs helye. Tehát hogyha most neki állott basztatni, és nem száll le róla, és ténylegesen sértő dolgokat mond, miután látja, hogy egyértelműen nem tartják viccesnek. Szerintem az jogosan, mert pofon akkor se lett volna nyilván célszerű, de hogy akkor azt mondom, hogy nem volt jó ötlet, de hogy erkölcsileg legalább be tudok állni mögé valamennyire. De itt abszolút egy tök más helyzetről volt szó, tehát egyértelmű túlreagálás, ráadásul ami számomra így nagyon, nagyon feltűnő volt, hogy ugye maga Will Smith is viccesnek tartotta, és nagyon egyértelműen látszik azon a felvételen. Ez a probléma. Úgyhogy tehát az, hogy most egyrészt megtudtuk, hogy Will Smith gyakorlatilag önálló gondolattal nagyon nem bír ebben a házasságban valószínűleg. Hát ne haragudj, de hogyha a feleségedre kell nézni, hogy szerinted belefér egy feleségedről szóló vicc, és előtte heherészel mind a napköziság. Felteszek egy nagyon-nagyon érdekes kérdést. Mi van akkor, hogyha neki nem tetszett a poén, csak tudta, hogy a kamera őket veszi, és a kamera miatt nevetett? Na, az esetben mi van? Hát az esetben meg akkor a feleségével szemben volt szemét, hogy akkor csak azért, mert a kamera vesz, azért röhögök egy olyan viccel, ami szerintem amúgy kurvára sértő. Tehát akkor vagy. De szerintem én úgy gondolom, hogy Will Smith ezt nem tartotta sértőnek. Azt egyébként el szerintem tudom képzelni, hogy határeset volt, mert hogy lehet, hogyha benne lennék a helyzetben, és valószínűleg a felesége helyében én se tartottam volna feltétlenül viccesnek, vagy rosszul esett volna, mert hogy őt érinti, és őt gondolom amúgy is szarul éli meg ezt az egészet, és hogy nem elég, hogy még ezzel kell szembesülni nap mint nap, még most is felhozzák. Tehát azt a részét értem, csak szerintem nagyon-nagyon túl volt reagálva. Igen, viszont ugye a negatív helyzetekben általában az szokott lenni a legjobb tanács, hogy valami üdítő, pozitív dologként gondoljunk rá, vagy lássunk meg benne a jót, meg stb. Amit egyébként a Smith család hirdet is, mert hát ugye Will Smith is a köszönő beszédében azt mondta, hogy szeretett meg, mit tudom én. Az meg az abszolút legnevetségesebb. Jó, arról most nem fogunk beszélni, az teljesen lényegtelen, hanem, tehát, hogy mondjam, tehát hogyha benne vagy egy ilyen szarhelyzetben, és egy jó komikus elmond egy jó poént, akkor ott a legrosszabb esetben is, hogyha még nem is tetszik, nem kell nevetned rajta, de azért nem úgy kell elreagálni, hogy felpofozzuk a másikat, mert azért azt már túlmegy minden határon, és azért ez nem volt sem egy bántó kijelentés, nem volt sem olyan rosszal néző, kapásból azt mondta előtte, hogy imádlak. Jó, most... Tehát innentől kezdve nem foghatod fel ezt negatívan. Hát szerintem ez most egy nem egy túl valid pont, mert hát attól, hogy figyelj, hogyha azt mondom neked, hogy amúgy imádlak, de azért a jó kurva anyád, és egy sikertelen... De ez nem egy ilyen de jó kurva anyád típusú dolog volt, attól, hogy azt mondja, hogy imádjatom, meg utána lehet egy ízléstelen sértő poént benyomni, igen, de ez nem az volt szerintem, meg hát sokak szerint sem. Pontosan, éppen ezért van ez az egész szituáció, hogy de így továbbra is az a legnagyobb probléma, hogy fölment a színpadra, és felpofozta. És a komikusokra nézve ez egy tök rossz dolog. Most az, hogy a Smith család ezt hogyan fogta föl, nekik ez milyen volt ez a poén, az egy olyan dolog, amire azt kellett volna mondaniuk, hogy rendben, gyere le a színpadról, és játsszuk le kint. Ez lett volna normális reakció. Ez lett volna normális reakció, és hogyha ki akarja verni Chris Rockból a szart is kint, csinálja meg, tegye meg. Ugyanúgy címlapra kerül vele, ugyanúgy beszélni fognak róla, ugyanazok a következményei lesznek, de mégsem alázza meg saját magát az egyik fő nemzetközi csatornának a főműsor idejében. Igen, szerintem itt egyébként az történt, hogy gondolom elborult az agya, bizonyítani akart a feleségének is, hogy igenis kiáll érte, ami egyébként önmagában egy tök jó dolog lenne, hogyha indokolt lett volna, viszont... De figyelj, mi lett volna akkor, hogyha csak szimplán oda megy hozzá a színpadon, és beszél vele? Egyébként akkor sokkal jobban jött volna ki mindenki, igen. És esetleg ne adj Isten mindketten profitáltak volna ebből, mert a Will Smith megdicsérnék, hogy jaj, de figyelmes, hogy érzékeny, és hogy nem hagyja a feleségét megbántani. Chris Rock meg gondolom azért, mert hogy beismerni, hogy jó, akkor ezt hagyjuk, ezt a témát, és sorry. Viszont ugye, ha belegondolsz, akkor itt az Oscar gálán, főleg az Oscar gálán, ott mindenkinek oda kell szúrni, hát, minden sztárnak, ez a lényege. Ezért komikusok azok, akik konferálnak. Igen. Felmerül az a kérdés bennem, hogy Ricky Gervais hogyan nem verték még agyon. Egyébként örülök neki, hogy nem verték agyon. Nem. Én igen, mert hogy ő az utolsó olyan, aki még beszólhat bárkinek nagyon durvákat, anélkül, hogy kifejezetten beszélnének erről az emberek. Szerintem nem, meg szoktak is beszélni róla. Mármint olyan értelemben, hogy fuck him. Nyilván olyan értelemben is szoktak beszélni róla, de hogy neki szabad. És szerintem nálam is nagyon, tehát hogyha már csak azt nézzük, hogy mi az én személyes véleményem erről, nálam is nagyon vékony a határa között, hogy én is felpofoznám, mert annyira prolinak gondolom azt a viccet, és nem viccesnek, meg a között, hogy oké, de a poén az bármi lehet, tehát hogy attól, hogy nekem nem tetszik, attól még joga van poénkodni bármivel. Egyrészt igen, másrészt meg még az esetben is, hogyha felpofoznád, akkor is viszont azt tanácsolnám, hogy egy anger management kurzus mindenféleképpen csinálj végig, mert nem lenne szabad annak lenni a reakciónak mindenre, hogy oda megyek, és akkor most fizikai erőszak, hanem akkor inkább beszéljük meg, és akkor inkább szavakkal csapjunk össze. Hát meg abba bele se gondolt, és ebből is látszik, hogy ez egy ilyen nagyon, ami kicsit felmentő körülmény szerintem, egy ilyen nagyon hirtelen felindulásból elkövetett dolog volt. Ez nem hiszem azt, hogy felmentő körülménynek kell lenni. Jó, csak hogy olyan értelemben nem gondolt bele, hogy mondjuk a feleségére nézve ez extra negatívum hullám. Tehát most gondolj bele, hogy az emberek... Oké, figyelj. Ha eddig nem figyeltek arra, hogy van ez a dolog, akkor most duplán. Nem, senki nem arról beszél, hogy mi Jadának a betegsége, senkit nem hallottam a betegségéről beszélni, egy rohadt cikk nem szólt Redditet, róla. Igen, mert a Redditen hülyék vannak, de mindegy. De az igazi sajtó, mint a Hollywood Reporter, a Variety, vagy a People magazin, az Entertainment Weekly, tök mindegy, az újságok, azokban nem olvasol róla. Nem írnak róla, senkit nem érdekel, hogy Jada Pinkett Smithnek milyen betegsége van. Nem arról beszélnek, hanem arról, hogy Will Smith mit tett, és hogy ez milyen hatással lesz. Mind az akadémiára, mind a következő évi Oscarokra, mind pedig a komikusokra in general az egész világban. Ezek azok, amiket tényleg törődni kell, mert az, hogy Jada Pinkett Smithnek milyen betegsége van, teljesen lényegtelen ebben a szituációban. Főleg mivel ugye ott vagyunk egy George Floyd utáni időszakban. És főleg a feketék esetében különösen fontos ez az egész szituáció, hogy mit csinálnak. Hát George Floyd után, meg a New York-i rendőrségek után, azért szerintem ennek most kivételesen semmi köze nincs hozzá. Howard Stern például hozzákötötte, és összekötötte a két dolgot. Mondjuk azt nem hallottam, én mondom. Szóval... Jó, most én például nekem fel sem merült egy ilyen vonatkozás, főleg azért, mert egyébként Chris Rock is fekete, tehát hogy... Igen, és ez az, ami egyébként még rosszabbá teszi az egészet, mert két fekete verekedett kvázi össze, miközben nem verekedtek össze, szerintem, de érted? Szerintem abszolút nem releváns, most ha két fehér verekszik össze, akkor is ugyanott vagyunk. Két fehér nem fog összeverekedni az Oscar gálán. Egyébként... Ez rasszista volt. Nem, csak ők nem olyan hülyék. Hogy... Ez még rasszistább volt. Jó van, Larry David. Oké, visszakanyarodva a hülyeséged előtti tévútra. Köszönöm. De mindjárt te is cancelled leszel. Ha többen hallgatnának mindkét ember, akkor... Valószínűleg igen, egyébként nem. Egyébként nem rasszistaként értettem, hanem... Kurvára úgy hangzott. Figyelj, gondoljunk bele a következő szituációba. Jada Pinkett Smithnek van egy karrierje, senkit nem érdekel, ugyanúgy, mint egy betegsége sem senkit nem érdekel, benne volt a Matrix 4-ben, senkit nem érdekelt ez a film, senki nem nézte meg. Szerencsére. Kivéve az HBO Max nézői. Nagyon jól tették egyébként, mert arra tökéletesen jó volt ez a film. Viszont Will Smithnek van egy nagyon jó karrierje, van egy nagyon jó produkciós cége, mind a kettő veszélybe kerülhet ezáltal, egy időre el fog tűnni, vagy valami fog vele történni, azt tuti biztos. Ez kihatással lehet egyébként azokra a produkcióra is, mint például a Bel-Air és a társai, ami szintén nem jó, és azáltal megint mi szobunk, mint nézők. Harmadrészt pedig tulajdonképpen saját magát is megalázta élő amerikai, sőt nem is amerikai, nem mert az egész világban. Az egész. Abszolút semmi ez nem volt méltó, az egész világ előtt megalázta magát élőadásban, ami szintén nagyon-nagyon rossz, és akkor vannak azok a pletykák, hogy Jaden Smith-szel tárgyalhat a Marvel, vagy tárgyalgat a Marvel a háttérben, mint hogy ő lenjen a következő Miles Morales, ami szereple egyébként szerintem tökéletes lenne, és több mint valószínű, hogy ezáltal pedig szépen kirúgta a fia, sőt, tulajdonképpen a fiat karriert is tönkretette. Őszintén szólva nem bánom a fia karrierjét, mert borzalmas színész. Nem borzalmas színész, én abszolút nem láttam, hogy annyira borzalmas színésznek, mint te. Szerintem Miles Moralesnek jó lenne. Hát illik hozzá, megvan azon a ponton az vágnék erát, hogyha Miles Moralest ő játszana. Én nem, mert ő egyébként nem rossz, és hogyha belegondolsz, neki van egy akkora star powerje, amivel egy Mars Moralesből egy sikeres dolgot tudnak kihozni. Azért nem kommentálnám, mert engem annyira irritál Jaden Smith, mint jelenség, hogy nem tudok elvonatkoztatni tőle egyrészt, másrészt meg ugye láttam az After Earth-et, tehát hogy eredeti nyelven, úgyhogy ha abból indulunk ki, akkor lehet, hogy én is jobban el tudnék játszani bármit, mint ő. Egyébként nem. Egyébként egy szarfilmből egy közepes színész nem fog tudni kihozni nagy dolgot, ő meg akkor már nagyon fiatal is volt. És ezért ez egy tényleg nagyon szarfilm volt. Hát ez egy nagyon-nagyon szarfilm volt. De az nem miattuk volt feltétlenül annyira szarfilm. De szerintem ők is nagyon nagyban hozzájárultak ehhez. Szerintem ők ezt úgy fogták fel, mint egy ingyenes paychecket kb. És hogyha úgy nézel, úgy tekintesz arra a filmre, akkor azt hozták, amit egy ilyen kaliberi filmtől elvár az ember. És innentől kezdve... Magyarul semmit. Lényegében, igen. Nagyon röviden dióhéjban mi ezt így látjuk, ezt az egész helyzetet. Elég kényelmetlen és kellemetlen mindenki számára. Ez az egész... Nem tudom, hogy... Hát szerintem azt már nem lehet nagyon hova ragozni igazából. De abszolút nem. Tehát nem is értem, hogy történhetett meg ilyen, sem az Akadémia részéről, sem az ABC részéről, sem pedig Will Smith részéről, ami abszolút nonsens, hogy egyáltalán ilyenek a lehetősége felmerülhet. De hát egy ilyen világban élünk, ahol egy ember fogja magát, felmegy a színpadra, és lekever egy hatalmas maflást egy komikusnak. És ezek után mondják azt, hogy tök jó világban élünk, és hogy ne rettegjünk. Mert ki tudja, hogy ez velünk mikor történik meg. Tehát például mondjuk veled az ilyen kijelentések után szerintem bármelyik pillanatban. De kötve hiszem. De például utazol a buszon, elmorzsolsz egy poént, és valakit véletlenül megsértesz vele. Oda megy hozzád, és lekever. Mert ez is megtörténhet. Ezért kétélű fegyver ez a... Nem is kétélű fegyver, nem is tudom, hogy fogalmazok. Tehát, hogy ilyen... A célja ennek az egész PC culture-nek kb. Az, hogy mindenki biztonságban érezze magát, holott pont, hogy ezáltal nem vagyunk biztonságban, úgymond, mert ha elég csak kiindulni abból az esetből, amit most bocsi, hogy már harmadszor említek. Ugye Justin Sacco esete, aki elnyomott egy poént 100 ember előtt, majd felkapták, kivették a kontextusból, és másnapra tönkretették a nőnek az életét és karrierjét. Tehát ebből kiindulva abszolút nagy veszélyeket tartogat az, hogy mindenen, hogy semmivel nem lehet viccelni, nem lehet nézni a kontextust, nem lehet nézni a személyt mögötte, hanem azonnal lesújt az emberek, vagy a közvélemény, vagy pedig az adott személynek az erkölcsi pallosa, és akkor onnantól kezdve te bármit csinálhatsz, mert vagy lepofoznak, mint ahogy Will Smith tette, vagy pedig a társadalmi télen olyan szinten, hogy ellehetetlenít. Így van, és mindenféleképpen mondjátok el, hogy mit gondoltok róla lent a kommentekben, ugyanis baromira kíváncsiak vagyunk, hogy ki hogy látja ezt az egész szituációt, ki szerint volt jogos, el kéne venni Will Smith-től az Oscar díját. Szerintem egyébként abszolút nem, mert azt teljesítményre kapta, nem a világ legjobb embere kitüntetését vehette, tehát viszont az akadémiának ki kéne szerinted rúgnia. Hát mindenképpen el kell gondolkodni rajta. Én azt mondom, hogy... Hát én nagyon max felfüggesztést látnék reálisan. Igen, tehát hogy azt mondom, hogy egy ilyen miatt nem biztos, de... Legalább egy évre felfüggeszteni. Azért jobban kérhetné azt a bocsánatot, tehát hogy erősebben. Olvastam egyébként olyan cikkeket is, hogy mi zajlott a Green Roomban, és hogy ott mekkora volt a káosz utána, és voltak olyan felső vezetők így az akadémia részéről, vagy ilyen emberek, akik utána biztosan mentek a Green Roomba, meg a Will Smith-éknek a publicistája is ott kezdett megőrülve kattani, tehát nem csodán, nem irigylem egyébként. Remélem, ő utána ilyen extra fizetett szabadsághoz kapott 2 évre. Biztos, hogy nem, mert ez nagyon sok idő lesz, mire ezt egy kicsit... De miket hallottál egyébként, hogy mik voltak így az initial reakciók az ott lévőktől? Tehát mindenki ledöbbent. Mindenki azt hitte, hogy egy vicc először. Aztán amikor realizálták, hogy ez nem egy vicc, akkor csak bámulták a monitort, és nem hitték el, hogy mi történt. Az érdekes, hogy sok, én olvastam ugye magyar oldalakon is kommenteket, ott nagyon sokan azt hiszik, hogy megrendezett volt, holott szerintem nagyon látszik, hogy nem. Egyrészt másrészt meg hát nyilván a köré kerített ügyből is látszik, hogy nem. Illetve még ha az, akkor viszont zseniális, akkor tényleg jár az Oscar mindenkinek. De nyilván nem az, legalábbis én nem gondolnám. Úgyhogy nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ott lettem volna légy a falonna. Hát én nem biztos. Azért ez nagyon kínos szituáció. Igen, de pont azért, hogy akkor tényleg ezt így real time, hogyan reagálja le egy rakás színész, akinek az a dolga, hogy... Hát ugye Denzel Washington és Tyler Perry utána kirángatták Will Smith-t, és akkor megpróbáltak mondani, hogy nyugodjál már le, ha ember, meg próbáltak értelmet verni belé. Én arra lennék kíváncsi, hogy ott mi történt azután, hogy ugye megvolt ez a káromkodós session, és hogy utána mi volt, hogy ott folytatta, vagy kiment, vagy ott ült, és akkor csöndben maradt, ott vagy... Ült. Hát igen, mindesetre megnéztem volna, hogy utána ők például beszéltek? Vagy ők beszéltek ezek után bármikor? Egymásról nem tudom. Közvetlenül? Tehát nem ezer róla. Másik szóvivőn meg egyebeken keresztül? Hát... Mert szerintem az lett volna legalább egy ilyen alap, hogy akkor oda megy és bocsánatot kérni valami hasonló. Vagy... Hát főleg ugye annak tükrében, hogy Chris Rock nem is tesz feljelentést. Hülye lenne, tehát hogy igazából hát ezáltal... Az oké, hogy ő hülye lenne, de attól a rendőrség még tehet feljelentést. Persze, ezt mondtam tegnap igazából. Nem tudom, hogy ott van-e, tehát nem tudom, hogy az amerikai, illetve az arra az államra vonatkozó törvények mit mondanak, de ugye Magyarországon tehet hivatalba feljelentést a rendőrség, meg van egy esetben kell is. Gondolom ott is hasonló. Nem tudom, szerintem jól tette, hogy nem tett, igazából ő profitálni nem tudna abból, hogyha feljelentette volna, így viszont mindenki őt tartja a good guy-nak, és Will Smith a bad guy-nak duplán, tehát hogy szerintem abszolút jól döntött ilyen szempontból. Persze, meg egy abszolút meg is ért ez az egész kis dolog. Ez így van, és ha már amúgy is a nagy problémás színészekről beszélgetünk, akkor beszéljünk a következőről, aki szintén, sőt, tulajdonképpen talán ez a színész az 80-as években volt a legnagyobb sztár, és azóta folyamatosan Tom Cruise, aki úgy véli, hogy ő rendelkezik akkora sztár erővel, hihetetlen szó egyébként Hollywoodban 2022-ben még ez a dolog, hogy képes meggyőzni nyilván jogi úton a filmstúdiót, aki... Azért tegyük hozzá, igen. Aki forgalmazza a filmét, illetve gyártja és a filmét, hogy nem lesz neki megfelelő ez a 45 napos időablak, amíg a Mission Impossible 7. része, meg majd a 8. a moziban lesz. Hát nem tudom hibáztatni Ethan Hawke-ot érte. Abszolút nem tudom hibáztatni érte. Összeszedte egyébként az ügyvédjeit, és neki mennek a Paramountnak, hogy megpróbáljanak valamiféle egyességet kötni, mert hogy ugye a helyzet az, hogy jelenleg a Paramount stratégia is ugyanaz, mint ami az összes Hollywoodi stúdióinak, hogy 45 nap után a mozis premiért követően felkerülhet a streaming szolgáltatásra a dolog, és Tom Cruise-nak ez nagyon nem tetszik, mert szerintem 45 nap alatt ez a film nem fog tudni annyit összeszedni. Amiben szerintem tök igaza van. Igen, és meg nem is. Igen, igaza van, viszont ha belegondolunk, azért a legtöbb film, most a Pókember hazatérés egy nagyon-nagyon más kivétel, nem csinál annyira sok pénzt a 45. napot követően, egyrészt, másrészt sehol sincs elvében kimondva az, hogy nem lehet moziban tartani, de attól még felkerülhet a streaming szolgáltatásra is. Az, hogy az emberek átgondolják azt, hogy 45 nap, tehát hogyha 45 napot kell csak várni arra, hogy láthatsak ezt a filmet, akkor érdemes elmenni a moziba, vagy sem, az már egy más kérdés. De ezt meg nem lehet tudni addig, amíg nincsenek valódi adataink. Ez egyébként egy rohadt jó kérdés is úgy általánosságban a mozi meg a streaming ellentétről, hogy szerintem most már abszolút elértük azt a pontot, hogy a mozinak leáldozóban van. Teljesen. Ezért lehet, hogy nem rossz ötlet elmenni abba az irányba, hogy oké, jó a mozi, néha elmennek oda randizni az emberek, de hogy nem arra kéne építeni első körben. A Covid elején, vagy előtt, vagy nagyjából ott az első időszakában, ott ugye felmerült az a kérdés, hogy akkor most mi fog történni a mozikkal, és akkor mindenki azt mondta, hogy hát a moziknak át kell alakulniuk. Valami egészen más dolognak kell lenniük, mert ugye ezt az élményt, ezt most már megkapod otthon is, sőt, most már tulajdonképpen... Jobban is jársz. Egyrészt jobban is jársz, másrészt meg idén most először volt az év legjobb filmje az Oscar gáláján, egy olyan film, ami streamingen debütáltak oda. Szóval innentől kezdve igazából most már megint csak alá tudják támasztani azt, hogy vannak pokolyan jó filmek is, amik streamingen elérhetőek, és moziban meg nem. Igen. Ez is ott van azért a dologban, és ugye a moziknak emiatt is át kell alakulni, valamiféle evolúción kéne keresztül menniük, és egyfajta fejlődést, valami közösségi élményt kéne nyújtaniuk, amit mondjuk nem tudom elképzelni, hogy fognak tudni a világ minden egyes moziában. Ugye vannak, bocsi, hogy közben vágok, de hogy van Amerikában egy mozi franchise-el, felejtettem a nevét, ahol egyrészt vannak pincérek, mint egy étteremben, tehát ez egész igazából egy ilyen vacsoraest, nagyjából egy filmmel a háttérben. Vannak páholyok, mit tudom én. És ott például a pofázást, meg az ilyen diszruptív viselkedést nagyon szigorúan veszik. Tehát igazából egy ilyen prémium mozi élmény olyan kajákkal, amit nem tudsz otthon berakni a mikróba. És az viszont szerintem adhat egy olyan pluszt, hogy oké, akkor menjünk el vacsorázni, és közben nézzünk egy filmet, mint az, hogy oké, bevágok egy popcornt a mikróba, és ugyanott vagyok, csak nem nyúltak le, nem tudom, 6000 forinttal. A ketten vagytok, tehát... Baj, akkor továbbra is szerintem az lehet ott, hogy túl van árazva a kaja, meg maga a szolgáltatás. Szerintem azzal speciál nincs. Mármint, hogy igen, túl is van árazva, de hogy nem is, nincs is benne semmi extra. Uh-huh. Tehát, hogyha az ad valami extrát, az kuriózum, stb. Nem tudom, hogy egyébként azon kívül még mit lehetne, szerintem visszahozhatnánk az autós mozikat, az is egy rohadt jó koncepció, uh-huh. illetve a retrofaktorra is lehetne építeni, uh-huh. vagy esetleg a szabadtéri vetítéseket, ilyen piknik szerű setupokkal. Ami tök jó, csak nem fogja megmenteni a mozikat. Ó, bazd meg, ebben nem gondolom. Hát le kell rombolni a falakat. Végül. Ott lesz egy fal, ott lesz a vászon. Igen. Vagy napfénytetővel, nem tudom, de hogy igen, tehát, hogy valami ilyen alternatív módokon kell ezeket lebonyolítani. Én például, amit nagyon szeretek, az a művészmozi, tudom, hogy te utálod. Hát de, ez túlzás, mert mint helyszínt. De nekem az egyik, igen, tehát nekem nagyon jó élmények köthetők oda. Például vetítés után a filmklub. Tehát ilyen közösségi élményekkel egybekötött vetítésekre szerintem abszolút vevők az emberek, viszont az, hogy önmagában megnéznek egy filmet, és utána hazamennek, az nem... Ezzel megint csak az a probléma, hogy ezt egy 3 órás blockbusternél nem tudod megcsinálni, hogy utána tartunk egy filmklubot, mert hogyha tartasz egy ilyen filmklubot... nagyon megszállottaknak tartom. Akkor sem tudod, mert ugyanúgy, mint a Batmannek is a legnagyobb problémája az, hogy 3 órás, ergo jóval kevesebb vetítést tudsz megengedni belőle, mint egy 2 órás filmből. Ebből kifolyólag kevesebb lesz a bevételed. Mm-hmm. Mert ha csak nem emelsz a jegyára, mint hogy tett ezt az EMC a Batman esetében, mert akkor akkor minden el van intézve. De hogy mondjam, tehát itt az alapvető probléma az, hogy a mozi nem fog tudni hosszú távon egy olyan élményt nyújtani, amit otthon nem fogsz tudni megkapni, főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy streaming szolgáltatásban már szintén ugyanúgy fel tud kerülni ugyanolyan jó hangzással a dolog, tehát ugyanúgy megkapod a Dolby Vision-t, meg minden egyebet, amit csak szeretnél, ugyanúgy megvan a tökéletes képminőséged otthon, tehát kvázi hát, az otthoni élményed... Hát igen, de épp ez az, hogy amilyen irányba halad a világ 5 éven belül szerintem már megfizethető lesz mindenki számára, hogy kiépítsen egy házi mozit, egy igazi házi mozit, nem olyat, mint a DVD korszak elején, a 2000-es pedig az elején. Volt az igazi. Imádtam, mind a mai napig imádom, de azért egy kicsit modernebb és korszerűbb dolog vár ránk. Nem mindegy. Szóval visszakanyarodva ehhez a Tom Cruise szituációhoz, ugye 2023. júliusára van egyelőre kiírva a Mission Impossible film, és a Paramount Studio az ugye most jelezte neki, hogy akkor 45 nap után mi szeretnénk föltolni a mi kis streaming szolgáltatásunkra ezt a történetet, ami tökre valid. Mert ugye eddig egyébként 90 nap volt, nem tudom, hogy ezt tudtad, de a standard, és akkor ugye most a Covid-nak köszönhetően ezt levitték 45-re, ami szerintem egyébként még mindig kurva sok, mert azért a legtöbb film az első 2 hétvégén teljesít nagyon sokat, utána meg már igazából még mindig sokat, de azért nem annyira sokat, és azért tényleg így egy év után az már, vagy egy hónap után. Hosszú távon gondolkodsz így. Igen, abszolút. Tehát egy hónap után már azért a filmek nem termelnek olyan sok pénzt, tehát igazából a 30 nap is bőven elégnek kéne lenni. A 45 szerintem még sok is ebben a mai világban. És hát ugye Tom Cruise-nak ez abszolút nem tetszik, mert hogy szerint ez a 45 nap ez baromira kevés, hogy ez a film teljesíteni tudjon. Igen. Ja, semmi, csak így Tom Cruise-nak kb. Az elképzelés, és szerintem még a mozikról, ami akkor volt, amikor ő a fénykorát élte, tehát igen, ez is közrejátszott. Ez is közrejátszik, plusz az is, hogy ugye 96-ban indult a Mission Impossible franchise, szóval most már 25 éve nyomja az igát, mint Ethan Hunt, még mindig brutál sok pénzt tud termelni. És mivel producerként részesedik belőle, ezért neki szerintem egyértelműen az érdekel, hogy minél tovább moziban tartsák, hogy minél többet tudjon termelni világszinten, és akkor utána stb. Azt nem tudom egyébként, hogy azt tudta, de hogy a Mission Impossible franchise az egyébként egy tévés sorozatnak volt az adaptációja idézőjelesen. Most nem emlékszem pontosan, mikor a 60-as években futott, azt hiszem, a CBS-en a sori. Aha. Egyébként nem is tudom tényleg, hogy volt ez nálunk Magyarországon, de azt tudom, hogy láttam belőle egy-két részt, és egyébként tök jó, de azért Ethan Hunt. Tehát azért kell hozzá egy több. Na, szóval 2023. júliusában fogják majd bemutatni ezt a filmet, és hát Tom Cruise megpróbál küzdeni azért, hogy ez a 45 nap, ez ne 45 nap legyen. Szerinted milyen esélyei vannak? Hú, boly, hát mivel ő a húzónév, szerintem abszolút én afelé hajlok, hogy lehet, hogy el fog érni a célját, kérdés, mert hogy nélküle azért nagyon nem történik ott semmi, szerintem. Hát több mint valószínű, hogyha ott összerúgja a port, akkor ott nem nagyon lesz Mission Impossible 8, mert ezt ugye még nem forgatták le, 7, azt szerintem már le van forgatva. Szerintem bocsi, ez elég kis áldozat lenne a stúdió részéről azzal szemben, hogy mi lenne, hogyha ő ott hagyná ezt a produkciót. Tehát... Hát, több mint valószínű egyébként igen. Viszont ha azt nézed, akkor mekkora veszteség lenne a Paramount Plusnak? és mint egy nagyon friss streaming szolgáltatás, megengedheted magadnak azt a luxust, hogy... Jó, és mint egy nagyon friss streaming szolgáltatás, megengedheted magadnak azt a luxust, hogy egyáltalán nem lesz rajta Mission Impossible. Fair point, abszolút. Tehát igen, tehát akár közelítjük meg több $100 millió dollár a tét, és tulajdonképpen, ha belegondolsz, akkor a Paramountnak például szerintem tökre nem mindegy, hogy ha van egy sikeres Mission Impossible futás 45 napig a mozikban, akkor ez nagy valószínűséggel fog hozni streamingre több nézőt, tehát kvázi tehát kiszeded a középső embert, a mozit, akinek úgyis a fele a gázsitból, tehát a jegyárból az az övék, vagy nem tudom pontosan mennyi, és egyből a te zsebedbe megy. Tehát neked valószínűleg hosszú távon jobban járnál azzal, hogyha 45 nap, az 45 nap maradna. Igen, viszont itt abszolút Cruise tér felén pattog a labda, úgyhogy... Egyértelmű, teljes mértékben. Ilyen szempontból én nem hiszem, hogy most itt a stúdió nagyon tárgyaló helyzetben lenne. Hát egyelőre nem is tárgyalnak addig, amíg Mission Impossible 7 el nem készült teljes mértékben, és akkor úgy utána folytatni fogják ezeket a megbeszéléseket. Én, amit racionálisnak tartok ebben az egész szituációban, az, hogy szerintem 60 nap. Az nagy valószínűséggel összejöhet. 90-et nem kérdés, hiszem. Hogy most amúgy nem tök mindegy, tehát most 45 meg 60 között azért olyan fú, de ordinári nagy különbség. Két hétvége. Ja. Két hétvége az azért tud hozni, tulajdonképpen az a 14 nap különbség, vagy 15 nap különbség, az tud hozni még legalább egy 20 milliót. Hát kompromisszumnak teljesen jó lenne. Hát kompromisszumnak szerintem az egy, ami szerintem itt kb. Egyedül a kompromisszum működik. Hát nyilván. Hát így nem hiszem, hogy... Tom Cruise nagyon hülye. Szerintem, tudom. Nem. Hat fejezemben mondatom, ez okay. így kezdődik a mondat. Tom Cruise nagyon hülye lenne, ha nem engednél a 90 napot. 90 nap nagyon sok. Az amit kb. A 60. és a 90. nap között tud hozni egy film, az szerintem nem biztos, hogy van 10 millió. Most nem tudom pontosan, hogy a Mission Impossible filmek a 60. napot követően hogyan teljesítenek, de annál többet nem túl valószínű, hogy tud hozni, adj meg a Paramount Plus, hogyha nagyon-nagyon nagy szüksége lenne, kifizetne neki. Szóval úgy Isten igazából plusz Tom Cruise nem szorul rá pénzre. Hát az olyan, igen. Tehát az meg a másik. Gondolom ez nála ilyen elvi kérdés inkább, mint hogy most ő mennyit kaszál személy szerint. Igen, de ez körülbelül ugyanaz, mint itthon a képregény olvasók, hogy őtől ragaszkodnak a nyomtatóthoz, szóval... Igen. Aztán a felett is eljár az idő, mindegy, Cruise felett is eljár az idő. Abszolút, minden felett eljár az idő, és igazából szerintem ő is csak profitálni tudna. Abból, hogyha ez egy kompromisszumból mindenképp egyébként. Tehát ez a 60, azt szerintem reális, mindenki jól jár vele igazából. Persze. Olyan nagyot egyiküknek sem kell engedni az eredeti elképzelésből, úgyhogy szerintem ez így működőképes lenne. Már csak azért is, mert hogy a Mission Impossible 7 az $290 millió került eddig. És még mind fejezték be. Szóval lesz ez még rosszabb is. Mindenféleképpen mondjátok meg nekünk azt, hogy ti hogy látjátok, szerintetek mennyi lenne a reális, illetve hogy Tom Cruise-nak tulajdonképpen kellene-e? Tom Cruise-nak hány napba kéne beleegyeznie? Mi lenne a norma? Mi az, amit ti szeretnétek látni igazából, hogy hány nap után kerüljön fel egy streaming szolgáltatásra egy mozifilm? Beszélgessünk erről lent a kommentekben. És most jöjjön az a 3 sorozat, amiről meghalunk, hogy beszéljünk. Kezdjük a Moon Knight-tal. Nem a Moon Knight-tal kezdjük. Pardon. A mai műsorban, köszönjük szépen, káromkodást azt nem így szeretnénk, arra megtartjuk Will Smith Oscar beszédét. Szóval, meg a hasonló helyeket. Szóval, 2 produkció forgott Magyarországon, mind a kettőt most a héten mutatták be, azt hiszem, igen. Az egyik az egy nagyon-nagyon népszerű játékadaptáció, a Halo és a Paramount Plus-on debütált, a másik pedig a Disney Plus-os Marvel sorozat, a Moon Knight, amiről Dorka meghal, hogy beszélhessen. Hát de mire eljutok odáig, mert tényleg de szerintem meg fogok halni. Nyugodtan én arra várok egyébként, addig nem is beszélünk egyébként róla. Szóval kezdjük a Halo-val, mert hogy ha már is a Paramount Plus volt az előbb terítéken, akkor szerintem célszerű lenne náluk maradni, és a helyzet az, hogy meglepő mód a Halo sorozatot is náluk forgatták, illetve egy rész nálunk forgatták. Ha minden igaz, akkor egyébként több mint $40 milliót költöttek el Magyarországon, ami azért... Not bad. Abszolút not bad. Nagyon kevés olyan produkció van egyébként, ami ennyit forgat, vagy ennyit költött Magyarországon, mint ez a sorozat. A kritikusokat relatíve megosztja, a rajongókat is Isten igazából megosztja, de azért többé-kevésbé pozitív az egész történet. Nem tudom, mennyire ismerette egyébként a Halo játékokat. Tudom, hogy léteznek, és kb. Ennyi. Ja, jó, én is kb. Így ennyit tudok róluk. Nem kell szarul éreznem magam. hát annyira nem, meg Isten igazából engem így a hírneve miatt vonzott be, ez különösebben, illetve érdekelt, annyira, mint amennyire, de Isten igazából nem tudott nagyon se lekötni, se lenyűgözni, és ezért ez egy kicsit olyan, nem tudom, én egy kicsit úgy jöttem ki ebben az egész ambíciózus sorozatból, hogy jó volt ugyan, de azért nem kimondottan az a nagyon-nagyon nagy dolog. Tehát mint egy játékadaptáció szerintem jól működik, és mint a legtöbb játékadaptációs produkció, azért jobban teljesített minden téren. Ikonikusak a karakterek, ikonikusak a figurák is benne, nagyon jó a látvány, többé-kevésbé szerintem a vágás is nagyon jó volt, zenével sem volt semmi különösebb problémám. Maga a történet pedig, hát úgy Isten igazából voltak pillanatai, amik nagyon érdekesek voltak, de voltak olyan pillanatai is, amiknél egy kicsit úgy csináltam, mint ahogy te, baromira untam az egészet. És ezért nem tudom, hogy mennyire pozitív, szóval nekem ez az egész egy ilyen hullámvasút volt, mert például amikor megjelentek ezek az ellenségek, és egyszer csak lőttek egyet a semmiből, szétlocsant valakinek az agya. Na, az jó, az működött nekem. Brutálisan nagy volt egyébként a mészszerles. Jól érzed magad? Oké. Hát figyelj, azután, hogy Will Smith felpofoz valakit élő a televíziós adásba. Azután csak az anyukát jár. Pontosan. Elszabadította a benned lévő állatot. Teljes mértékben legalább 150 élőlény és ember halt meg ebben a pilotban, ha jól emlékszem a számokra, szóval... Erős kezdés. Abszolút, teljes mértékben azért nagyon oda vágták magukat, és azért tényleg voltak olyan pillanatainak az egész történetnek, amikor tényleg azt érezted, hogy oké, ez egy egész akciófilm, tehát tulajdonképpen ez a 40 valahány perc, ez csak úgy jön és megy, és az egésznek legalább a fele az maga volt az, hogy megtámadják ezt a rezervátumot, vagy nem tudom mi az Istennek nevezzük, a lázadóknak a helyét, ezek a izék, amikről azt hitték ezek a lázadók, hogy ezek csak kamu mese, amit kitalálta az ellenség, aki ellen lázadnak, aki egyébként jó fiú ebben a történetben. De nem tudom, hogy ennek így mennyi értelme volt. Jelenleg semmi, de izgalmasnak hangzik, úgyhogy mondd csak. Halál pontosan ennyit értettem én is ebből az egész történetből. Azt tudom, hogy a Master Chief az egy jó arc, őt nagyon kell szeretni, őt egyébként nagyon szeretem is. Baromira jól hozta azt, amit neki hoznia kellett ebben a történetben. Az ő figurája, tényleg erről akartam mindenféleképpen beszélni. Ugye a játékban nem veszi le a sisakját soha, viszont a pilotban leveszi a sisakot. Mandalorian, igen. Halálpontosan. Egyébként ez tök érdekes, mert nekem végig a Mandalorian jutott eszembe. Ezek is sisakban mászkálnak, és be vannak öltözve. A Mandalorian is ezt csinálta, és ugyanannyira untam, annyi, hogy ez kicsit látványosabb volt. A Mandalorian egy dögunalmas valami volt az első évadban, függetlenül, hogy szerintem egyébként jó a Mandalorian nagyjából, de tök unalmas, baromira lassan halad. Ez viszont egy nagyon-nagyon akciódús mandalóriai volt ebből a szempontból. Na. Viszont az, hogy levet a sisakját, kicsapta a biztosítékot az embereknél és a rajongóknál egyaránt, ami röhelyes, mert ugye a játékban nem volt megindokolva, hogy miért nem veszi le a sisakját, ergo leveheti a filmben, vagy a sorozatban a sisakot. Szerintem amúgy... Hát nem tudom, tehát hogyha a karakternek integráns része az, hogy sose veszi le azt a kurva sisakot, és tök mindegy, hogy miért. De nem volt megindokolva a játékokban. De akkor legalább lehet, én nem tudom egyébként, mert nem láttam, de hogyha ez valami érzelmi töltettel járó dolog volt ez a pillanat, akkor azt mondom, hogy jó, akkor jó, hogy leveszi, de hogyha csak így casually, trálálába megyek a boltba, leveszem a sisakot, tehát akkor meg nyilván nem. Akkor indokolta ki akadás. De nem tudom, hogy ez milyen kontextusban történt, úgyhogy nem tudok nyilatkozni. Nyilván egy nagyon fontos pillanat volt itt az epizód vége felé, amikor azért szerintem annyinak még bele kellett, hogy férjen, mert azért, hozzátett szerintem valamennyit a történet, mert miután elkezd összeállni a fejedben, hogy mik ezek a Master Chief és a csapata, akkor utána valahogy úgy elkezdesz gondolkozni azon, hogy oké, milyen suskus lehet itt még a háttérben, szóval sok szempontból baromira kíváncsi vagy az arcukra. És ebből a szempontból tök jó, hogy láttuk, mert így egy kicsit jobban tudunk kötődni hozzá. Szerintem ebből a szempontból nagyon fontos volt. Mert a Mandalorianhoz is azért nagyon nehéz kötődni, szerintem, mert egyrészt nem látod az arcát. Végig maszkban van, és de szerintem én például azért élveztem az elejét, mert mert hogy mindig ott volt ez a mystery, hogy vajon ki ő, mikor fogja felfedni magát, stb. Tehát, hogy én pont ezt szerettem ebben. Igen, viszont nem tudom, hogy ez egyébként annyira nagy hiányossága lenne ennek a dolognak, hogy levettem vagy sem, mert szerintem nem mondom azt, hogy nagyon sokat tett hozzá, most még a történethez, viszont azt sem tudom elmondani erről, hogy olyan nagyon érdekelt volna az, hogy mi van a maszk alatt. Tehát, érted, tehát nem volt még meg az a kialakult kötődés, mint mondjuk a Mandalorian esetében. Mert ugye a Mandalorianoknál ott megvan indokolva az, hogy miért nem veszik le a sisakjukat. Itt viszont nincsen. És hogyha nincsen megindokolva, akkor tulajdonképpen te egy katona vagy, leveszed előbb-utóbb a sisakod. Tehát már csak ebből a szempontból is szerintem racionális az, hogy lekerült. Igen, hát ezt igazából én abszolút a kívülállóként nem tudom megítélni, hogy ez miért fáj egyeseknek, de el tudom képzelni, hogy egyébként biztos van valami backstory-ja ennek, hogy miért nem kellett volna. It's not that deep. Hát, mert nem tudom. Hát figyelj, a rajongók oldaláról azért már a játékban soha nem vette le. Ez nem egy valid érv, szóval... Itt meg igen. Igen. És ugye Master Chief ennek a United Nations Space Commandnak a tagja lényegében. És ugye 2500-as években játszódik ez a történet, ami tök jó, mert igazából ez is egy ilyen világok közti utazós science fiction történetnek néz ki valahol, valamilyen szinten. Nyilván azért nem úgy, mint a Star Trek. Óta jó, hogy még egy hónap is jön az új Star Trek sorozat, alig várom. Bizony. Szóval ez egy kicsit olyan... Nekem ez a Halo ez egy nagyon-nagyon vegyes érzés volt. Voltak benne tényleg nagyon jó pillanatok, amikor tényleg azt mondta, hogy ez tök jó látványos, ezek tök jó karakterpillanatok, ez egy baromira vagány gondolat, ez egy nagyon jó science fiction momentum, de úgy összességében véve nem éreztem rajta azt, hogy ez annyira nagyon be tudna csábítani, vagy annyira nagyon tudna érdekelni, mint amennyire szeretném volna, vagy elvártam volna ettől, hogy lenyűgözzön. Mert akár annak közelítjük meg ezt a kérdést, nagyon sokan, ugye annak idén 2010-ben a The Walking Dead-et tartották az egyik legizgalmasabb és legfontosabb dolognak, és valahol szerintem nagyon sokan vannak vele úgy, hogy a Halo-tól várhattak volna valami nagyon hasonló érzést, és elmaradt. Nem volt katarzis, nem volt semmi extra, hanem csak úgy jött. Az a legrosszabb egyébként. Hát akkor legalább lett volna annyira szar, hogy beszéljenek róla. Kvázi beszélnek róla, de azért nyilván nem olyan szinten. Olyan értelemben, érted? Ja, hát vagy igen. Legyen nagyon jó, vagy nagyon rossz. Szerintem ez valahol így a pilot alapján a kettő között van. Tehát ez vannak jó pillanatai, meg vannak meg rossz pillanatai. A rossz pillanatai nem annyira nagyon rosszak, hogy az ember azt mondja rá, hanem sokkal inkább az a probléma szerintem a Halo-val, hogy nem tudod kialakulni egy kötődés a néző és a történet között, meg a karakterek között, ha nem ismered a játékot. Ha ismered a játékot, akkor nyilván tök más a helyzet. Egyébként nekem az a véleményem az összes játékképregény, regény, bármi alapján, tehát már egy létező source material alapján készült a filmről, hogy akkor jó, hogyha önálló filmként megállja a helyét. És ez abszolút elmondható volt mondjuk a legújabb Batman filmről is, szerintem, meg mondjuk a Jokerről, ugye a Joaquin Phoenix féle Jokerre gondolok, és szerintem ez akkor működik, hogyha nem kell feltétlenül ismerned vagy legalábbis minimálisan elég, ha ismered azt, ami alapján készült. Hogyha ez itt nincs meg, akkor én azt mondom, hogy ez itt nem feltétlenül jó. Persze. Itt tulajdonképpen egyébként tényleg arra volt szó, hogy megpróbálták egy kicsit Master Chief-et emberibbé tenni tulajdonképpen. Master Chief. Bocsi, beugrott egy ilyen Gordon Ramsay. Igen, majdnem azt mondtam egyébként. Szóval megpróbáltuk egy kicsit emberibbé tenni, és ez azért jót tett neki, de szerintem nem, és ezért is vette le szerintem a sisakját, de még nem jutottunk el arra pontra, amikor ez számítson szerintem. De igen, ezért mondom, hogy ezért lehet szerintem kiakasztó a neki. Valószínűleg egyébként. Én nem tudom, mert én soha nem játszottam ezzel a játékkal, pedig hiába 20 éves nem volt olyan gépem, amilyen tudtam volna játszani, úgyhogy nekem ez így... Abszolút. Viszont, hogy már említettem, Magyarországon forgattak egy csomót belőle, csak úgy, mint a Moon Knight-ból. Na végre! Ezt vártam. Tehát természetesen megvártad, amíg mindjárt lefejelem az asztalt a fáradtságtól, amíg végre eljuthatunk. Meg amikor már az egy ember is kicsekkolt, aki amúgy hallgatná az adásainkat. Bazd meg. Ugye én vakon mentem bele ebbe a... Mint mindenki. Olyan értelemben is vakon, hogy nem tudtam, hogy mit fogunk nézni. Tehát, hogy ugye nem mondtad el. Megláttam, hogy Marvel, mondom, jó, akkor ez... többféleképpen elsülhet. És ugye a nyitó jelenetnél már nálam eldőlt, hogy oké, még ha nem is lesz jó, érdekes lesz. Uh-huh. Mert hogy egy annyira bizarr nyitó jelenete volt jó értelemben. Nem tudom hova tenni, hogy hát majd később ez egyébként gondolom ki fog derülni, hogy miért történt az, ami történt. Felteszem. De hogy ugye úgy indul az egész, hogy fingod nincs, hogy ez mihez köthető az a jelenet, ki az az ember, mit csinál, miért csinálja azt a nagyon furcsa és bizarr dolgot, amit csinál. Igen. És úgy ámblok fogalmat sincs, hogy mire számíts. És akkor utána, amit egyébként a Marvel zseniálisan csinál, hogy van egy ilyen elég erős, kicsit dark kezdés, és utána megjön a vicces része, ugye bemutatják a főszereplőt, és hát ott elkezdett sejteni, hogy valami nem stimmel vele, de egy ilyen nagyon szerethető kis goofy karakter benyomását kelt így elsőre, és így az első, nem tudom, 10 perc, tele van poénokkal, nagyon lighthearted, stb. Vicces, mellette meg olyan operatőri munka van, olyan satok voltak ebben a film, vagy sorozatban, pilotban, hogy én csak így néztem, meg folyt a nyálam kb. Tehát, hogy gyönyörű volt a score. Tehát én azt az embert, aki a zenét szerezte, kitüntetném 8 Oscarral, feltetováltatnám magamra a nevét, mert hogy egyszerűen annyira zseniális volt hát a zeneválasztás. Michael Giacchino-s. Nem, de jó volt. Tehát, hogy abszolút adta a hangulatot. De várjál, tisztázzuk, akkor Michael Giacchino nevét nem tennéd fel magadra, de ennek a Musónak a nevét fel. That's not the conversation I want to have. Pedig én fáradtan ilyen conversation-öket akarok hevelni. Jó, lépjünk túl azon, hogy kinek a neve lesz a testemre tetoválva. Megvárjuk, amíg megfullad. Értek. Egyezünk ki abban, hogy te tetováltatod a Giacchino-t, én meg miért megjegyzem az illető nevét, majd szólok. De mindegy, szóval lényeg az, hogy kezdjük ott, hogy téma. Én ugye nem ismertem a karaktert se fő. Köszi, hogy leszpoilerezed mindent, amit mondani akarok, de nézd a review-kat, please, mert idegesít és distracting. Szóval dude, viselkedj. Viselkedem. Téma. Szerintem minden embernek az életében volt ókori Egyiptom mániás korszak. Nem. Kiábrándító. Az enyémben volt. Ez körülbelül egy általános iskola alsó tagozat környékére tehető nálam. Nálam ez kimerült az Asterix és Obelix a Kleopátra küldetés című filmben. Ez sok mindent elmond rólad. Minden esetre, igen, tehát nekem volt egy ilyen korszakom. Anubis volt a kedvenc istenségem, és ő... Ó, basszus, most itt eszembe, hogy nekem is volt, csak nekem azt a Csillagkapunak hívták. Én hazamegyek. Most miért a Csillagkapu a legjobb koncept ever? Az egyik. Én most ezt itt elengedem. Nem szereted a Csillagkaput? Szeretem, de hagyjuk. Tehát, hogy nem arról van szó, hogyha szeretnél arról beszélni, akkor nyugodtan megteted ezt egy önálló adásban. Én nagyon szeretnék a Csillagkapuról beszélni. Akkor beszélj a Csillagkapuról, and I'm out. Szerintem rád férne egy olyan, nem tudom, kétnapos alvás, mind a főszereplőre. Várom. Péntektől vasárnapig. Szóval... Visszatérve a témánkhoz, ami a témánk, ami nem a Csillagkapu, hanem egy pszichodráma, és hadd mondjam végig, hogy mit gondolok erről. Ami a pszichodráma. Jó, van, akkor átadom a szót. Jaj, de jó, köszi szépen. Szóval én nagyon élveztem, tiéd a szó. I need a drink. Tehát, nekem már alapból ugye ezzel a tematikával kb. Megvettek. Másrészt, ahogy a Joker is nagyon jól megragadta a mentális egészség témakört, ugye itt is, hát ez azért eléggé jelen volt a filmben végig. Vagyis a pilotban végig. Bocsi, mindig filmet fogok mondani, tök mindegy. Tudom, hogy triggerel, hagyjuk, engedd el. Nem tudom. És olyan jól volt bemutatva egyébként maga ez az érzés, amikor így már nem tudod, hogy mi a valóság, és úgy érzed, hogy kezded elveszíteni az uralmat saját magad felett, meg az elmét felett. Nekem egyébként a Black Mirrornak a Bandersnatch filmje jutott eszembe. Igazából az nem is egy epizód volt, hanem egy különálló film, de hogy ez is nagyon hasonló technikákat alkalmazott. Tehát az, hogy ilyen éles váltások, ugye a helyszínek meg az események között. Igen, viszont azt tisztázzuk, because it's Disney. Mert ugye, hát ez egy nagyon-nagyon egyértelmű dolog, hogy ez nem azért így van, mert hogy ez kreatív izé, hanem azért, mert ott nagyon véres dolgok történnek, és erre azért volt szükség, mert hogy Disney, és ott be kell férni a PG-13-be. Egyébként ez abszolút megvan, de hogy szerintem működik. Működik, de az egyértelmű. Sőt, így jobb. Én azt mondanám, hogy ez jobb gore nélkül, illetve nem hiányzik számomra a gore pont azért, mert egyébként hatásosabb lenne az tény, tehát alapból egy nagyon hatásos koncepció, és egy nagyon hatásos kivitelezés. Uh-huh. Ugye alapból a fényekkel való játék az nekem mondjuk már kicsit túlzás volt, de nagyon jól működik, illetve az, hogy gyakorlatilag Oscar Isaac ezt így one-man show-ként viszi, kb. Ugye Ethan Hawke-kal együtt, akinek nem tudtad a nevét. Tudtam a nevét, csak nem esett le, hogy az ő volt. Szomorú, nagyon szomorú. Hát figyelj, Ethan Hawke-ot nem láttam a Pearl Harbor óta. Visszatalált magához a hogy hívják azt a szarfilmet? Purge óta. Tehát... Abban is benne volt? Ja, valamelyikben. Tényleg? Én úgy tudom. Meg szerintem láttam is. Ja. Nem, de nem az elsőben, szerintem második. Na hát ez a baj Ethan Hawke-kal. A Pearl Harborból még emlékszel rá, aztán, hogy utána mi történt az elmúlt 20 évben, senki nem tudja. Kb. De mindegy, de hogy benne volt, és abszolút jól adta ezt a karaktert. Ugyanis volt. Nekem az az egész koncepció, ahogy fel volt építve, tehát kezdjük ott, hogy egyrészt, amit már mondtam, az operatőri munka zseniális, gyönyörű jelenetek vannak benne, nagyon jól visszaadja a főszereplőnek a lelki állapotát, az, ahogy kezelik a kamerát, meg ahogy a vágás is nagyon jó szerintem. Tökéletesen felismerhető benne Magyarország. Hagyjuk. Következő úticél Szentendre. Neked? Tehát a lényeg az, hogy abszolút nagyon jól működött. Nekem ami külön tetszett, hogy ugyan eljött a reveal a végén, viszont nagyon sokáig nem, és nem tudtuk. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a karakter sem tudta, hogy mi történik vele meg körülötte, úgy mi se tudtuk, hogy mi történik vele meg körülötte, nyilván aki ismeri a sztorit, azt tudta, de hogy alapvetően mint néző, átélheted azt az élményt, hogy úristen, megőrültem. És ezt ilyen kb. Elper egyből a főszereplőn keresztül szerintem abszolút megvolt, hiába vágod a fejeket. Csak a jegyzőkönyv kedvéért nem vágok fejeket. A zene is nagyon működött, tehát azoknál a jeleneteknél, amikor ugye megjelentek bizonyos lények, illetve voltak lények. Milyen lények? Hát, barnyák, entitások, nem tudok máshogy fogalmazni. Tehát amikor az ijesztőbb részek. Egyébként mellesleg megjegyzem, hogy horrornak is elég jó lett volna néhány helyen. Ez? Látszik, hogy nő vagy? Nem, az látszik, hogy te szarfilmeket nézel, ahol mindenhol ilyen vér, meg kilógó belek vannak. Szerintem nagyon jól működtek a horror elemek. Szerintem nem nagyon. Egy-két hely volt, ahol tényleg nagyon jól működtek, de amúgy nem... Tehát némelyik Supernaturalben erősebb volt azért a horror, mint itt. Jó, de a Supernatural kurva jól csinálja a horrort. Lényeg az, hogy szerintem működött. Ahhoz képest, hogy PG-13 volt, szerintem működött. Nekem ami nagyon zavaró volt benne, az a CGI dolgok, tehát azért az a CG kamion, meg az a CG kutya, de nevér, vagy mi a retek, az borzalmasan szar volt. De tényleg, tehát arra költhettek volna kicsivel többet, viszont a zene, a hangulat, a történetvezetés az zseniális volt szerintem, plusz operatőri munka. Úgyhogy én abszolút... Mondanám, és mindezt egy ilyen... operatőri munka és zene. Jó, én elmondom pár százszor, hogyha gondolod. De igen, tehát, hogy alapból nagyon vártam egy olyan bármit, ami Egyiptom, mert azért, hogy mondjam, a Múmiát se véletlenül néztem újra annyiszor. Várjál, a Tom Cruise-osat vagy a Brandon Fraser-osat? Nyilván az utóbbi. A Tom Cruise-osat? Nem, mondom az utóbbit. Tom Cruise mondtad először, a Brandon Fraser félén. Jó, de Tom Cruise volt az utóbbi. Édes faszom. Késő van. You're not that funny. Yes, I am. You're not as funny as you think you are. Ó, de hogy is nem. Szóval, visszatérve a lényegre, nagyon örültem annak is, hogy egy ilyen egyiptomi settinget láthattunk végre. Ja, király volt. Egyiptom. Yeah. Csillagkapu. Yes. Szerintem menj. Hogy a fasz végén már megint ide a csillagkapu. Egyiptom mindig az ugrik be róla. Ez elég szomorú basszus. Vagy Kleopátra. Azt jobban megértem, hogy Kleopátra, de... Oké, ez volt a 10 percbe belezsúfolt dorka, innentől kezdve őt most lekapcsoljuk, le van mute-olva. Hát igen, szerintem én ugye nagyon nem vagyok Marvel rajongó, ezt az egy sorozat viszont nagyon vártam, mert hogy ebben tényleg vannak olyan potenciálok, már csak ez a mentális megközelítésének az egész történetnek, a karakternek. Most egyet még közbevetetek? Nem, Zorka Newton van, köszi szépen. Szóval nagyon-nagyon zseniálisan oldották meg ezt az egész mentális részét, az alvással kapcsolatos problémákat is, amit egyébként nagyon sok ember szenved, és a végén egyébként meg is egyezték azt, hogyha valaki ilyen hasonló problémákkal küzd, akkor hova kell menni, milyen oldalt kell felkeresni. Ezt akartam mondani, de egyébként, hogy kiírták a Mental Health Awareness részt is, ami nagyon tetszett, igen. Bocs. Amit ki szoktak írni, mert ki kell írniuk, de mindegy. Jó, de... Jó, legalábbis azt hiszem ki kell írniuk, de ebben nem teljesen biztos. Mindenesetre nagyon-nagyon ügyesen és okosan volt felépítve ez az egész történet, nagyon jó volt a koncepció, nagyon-nagyon érdekes volt, tényleg kb. Egy olyan érzésed van, hogy csak nézed, és oké, most mi is történik, ki ez a figura, miért ez a figura, és pontosan azért, mert ugyanolyan, mint amilyen mondjuk Porrádnak a hangyembere, vagy bármelyik másik ilyen lájtosabb Marvel, tipikus Marvel karakter, ő is egy nagyon-nagyon szerethető figura az első pillanattól kezdve, és mint embert nagyon gyorsan megszereted, és olyan kezdve, hogy megszereted a karaktert, és elkezd érdekelni az, hogy ki ő, mi van vele, és milyen sorsa van, onnantól kezdve jobban fog érdekelni az, amin keresztül megy, és ennek köszönhetően pedig sokkal jobban fog érdekelni az ív, amit bejár a pilotban. És nem mondom azt, hogy eljutott volna bárhol, és már nem jutott sehova. Eljutott Szentendrére. Eljutott Szentendrére, többek között, igen. Ami egy önmagában egy nagyon bizarr szituáció, hogy került oda, mik ezek a kiesések, és nem kaptunk igazából rá semmiféle választ. Nem tudjuk azt, hogy miért pont vele történnek ezek a dolgok, hogy kerül ide Egyiptom, azon túl, hogy neki van egy Egyiptom mániája, és ugye az egész történet úgy indul, hogy besétál a British Museumba, és ott tulajdonképpen egy kislánynak megpróbál egy ilyen történelemleckét tartani, vagy megmutatni ezt az egyiptomi dolgokat, amit tök ügyesen csinál. Ezt követően nem igazán áll össze, hogy neki mi köze is van ehhez az egész egyiptomi mitológiához. Azért ezt megjegyezném, hogy a köze van, hogy ott dolgozik, tehát hogy... De hogy miért pont vele történik mindez? Gondolom... Az nincs kifejtve. Azért, mert ott dolgozik, de ilyen. De nem ő az egyetlen, aki ott dolgozik, szóval ez nem elég érv. Szóval érted, valami másnak kell történni. Plusz ott van, hogy mi az Isten, az a kitűző, vagy mi az Isten, amit ellopott, vagy nem tudom. Skarabeusz. Igen, a Skarabeusz, de az nem tudjuk, hogy ez micsoda, honnan szerezte, és hogy miért fontos. Mert ez nem derült ki. Igen, implikálták, de... nem az, hogy kié lenne, az kiderült egyébként. Igen, mikor? Átaludtad az utolsó negyedét a pilotnak? Simán elképzelhető egyébként. Ki volt mondva konkrétan az Istennek a neve? Az megvan, igen. És konkrétan kimondta Ethan Hawke, hogy ez nem a tiéd, hanem az övé. Igen, az világos. Tehát, hogy az már megvan, hogy kié, csak az nem, hogy mit csinál, miért került a főszereplőhöz, és... Igen, tehát tulajdonképpen nem adott konkrét válaszokat, annyit tudunk, hogy kinek a tulajdonában, vagy kihez tartozik. Meg, hogy ki köré épül az egész. Igen, ennyi derül ki, de ezen túl igazából semmi az égett a világon, ami nem feltétlenül baj, mert ha azt nézzük, hogy mi a dolga egy pilotnak, bemutatni a főkaraktert és fölvázolni az alapszituációt, az tökéletesen elvégezte. És egy Marvel sorozathoz vagy egy Marvel produkcióhoz képest szerintem kiemelkedően jó munkát is végzett ezen a téren. Úgyhogy már csak ezért is érdemes azt mondani rá, hogy azért a Moon Knight-ot érdemes megnézni azoknak is, akik nem szeretik a Marvel-t, nem szeretik a képregényfilmeket, mert ebben tényleg van potenciál. Igen, abszolút egyetértek, sőt nekik érdemes. A legjobban, mert hogy én alapvetően nem szeretem a képregényfilmeket, de ez abszolút jól sikerült eddig, aztán ki tudja, mi lesz, mit hoznak még ki belőle. Illetve amit a Marvel nagyon jól csinál, hogy tök jól megoldja a humor és a komolyabb jeleneteknek az arányát. Azt igen. Ami szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz előre menve a történetben, az az, hogy vajon ez a mentális probléma, ez mennyire fog dominálni, vagy mennyire merik kifejteni egyáltalán ezt a dolgot, mert ez szerintem, nekem ez az, ami itt tud tartani, és ami be tud húzni, és ami miatt én ezt nézni akarom. Amiről egyébként eszembe jut hirtelen az, hogy június 11-én érkezik majd a Disney Plus, és ha jól emlékszem, akkor a Disney Plusnak a sajtóközleményében benne volt az is, hogy majd érkezik ez is a Mandalorianval együtt, meg a Boba Fett könyvével együtt. És ez a mentális zavarról jutott eszembe? Igen, Holdlabag lesz a címe, ez jutott eszembe. Oh. Hogy meg akartam nézni, hogy pontosan mi is lesz a magyar címe, és akkor úgy... Okay, egy elég nyers fordítás. De konkrétan ez a neve, és igazából ez egy tök jól hangzó név. Tehát, és őt megkockáztatom, hogy jobban is hangzik talán magyarul. Magyarul egyébként igen. Mind sok minden. Jobban hangzik, mint a hangyember, ezt azért aláírhatjuk. Jó, ezt inkább hagyjuk. Ez egy, nem tudom, hogy ki mire gondolt, amikor ezt kitaláltuk. Mindegy. Szóval igen, tehát itt, hogyha mentális dolgot meg tudják tartani, még hogyha nem is ez fog dominálni feltétlenül, akkor is így baromra jó történet. Igazából ez ugyanúgy, mint ahogy ugye a Joker film is. Ugyanúgy gyakorlatilag maga a mentális állapota lesz a szuperereje, úgymond. Tehát, hogy igazából itt... olyan szempontból muszáj lesz megtartaniuk, hogy az egész koncepció arra épül, hogy vele mi van, érted? Bocs, te az előbb azt mondtad, hogy Joker szuper ereje. Jó! A mentális ízajában rejlik. Késő van. Szóval a Jokernek az egész személyisége, meg a lénye, igen. Tehát a Jokernek a lényege, akkor így mondom, ami miatt ő kiemelkedő egy hagyományos bűnözők közül, hogy őt is egy tulajdonképpen egy mentális zavarra rendelkezik. Persze. És hogy itt is ugye arra épül az egész, tehát igazából nem is mondanám ezt a klasszikus értelemben mentális zavarnak, mert hogy van alapja, de hogy ez az, amitől, vagy ami által ő lesz a cím. Igen. Tehát, igen. Érted? Igen, mindig az érdekel, hogy miért pont ő, és hogy mi is lesz az ő... Mert ez kvázi... Ez gondolom ki van fejtve egyébként a képregényekben, nem? Fogalmam sincs, nem ismerem a karaktert, meg nem eleve viszont ugye ez, szögezzük rá, hogy ez egy eredett történetnek néz ki. Igen. Tehát, hogyha valaki nem ismeri a holdavagot, akkor tök jó bekapcsolódási pont. Abszolút. És egyébként, hogyha belegondolsz, akkor szerintem most olyan C, meg D, meg E kategóriás hősök kerülnek az MCU-ba be, akik egyébként relatíve tök érdekesek, mert Shang-Chi is baromra jó tud lenni, és most mellette itt van Holdavag is, kinda... Abszolút adom ezt az irányt, tehát szerintem az emberek már besokaltak attól, hogy mindig ugyanazokat az arcokat látják újra és újra. Hát de most a következő 10 évben meg ezek lesznek, szóval... Ennek örülök, mert egyrészt van még egy karakter. Miss Marvel? Őt... She-Hulk? Nem. Ők is jönnek ám. Őt őszintén szóval azt sem tudom, hogy már vagy DC, úgyhogy ezt gyorsan kipuskázom, mielőtt mondja csak. De a nevét sem nagyon tudom. Neil Gaimannek az egyik sztoriában bukkant fel, úgyhogy bármelyik lehet. A halálban bukkant fel, de hát az a halál. DC. Igen, DC, tehát egy jó, köszi. Akkor... Netflix. Igen, lényegtelen, de hogy az is egy nagyon obszkúr karakter, és amikor rákerestem, akkor alig találtam róla bármilyen infót. Tudom, ő is Egyiptomihoz kapcsolható, a Atom, vagy Element, valami Element Girl, vagy azt se tudja, mindegy. Lényeg az, hogy ez is egy ilyen nagyon nagy potenciál rendelkező sztori szerintem. Ami nem nagyon kifejtve. Egyáltalán nincsen, és hogy az ilyenekből tök szívesen látnék többet, hogy oké, van egy ilyen totál obszkúr karakter, aki felbukkant, nem tudom, 3 képregényben, vegyük elő, csináljunk neki egy backstoryt, és hát ha van egy új franchise, vagy hát van egy új szereplő, akit szerethet a közönség, így a semmiből előszedve. Tehát, hogy ezt előhozni az ilyen nis körökből egy kicsit mainstream-ebb irányba, abszolút támogatandó szerintem. Ezt kéne csinálni igazából. Szerintem a Moon Knight-nak sikerült valami olyan dolgot elérnie, amit sokak számára a WandaVision már megcsinált egyszer, de ha valaki nem szerette, vagy nem ismeri, vagy nem nézte meg a WandaVision-t, akkor az például a Moon Knight-ban valami olyat fog felfedezni, ami foghatót a Marvel univerzumában még nem lát, nem? Abszolút. Tehát ez relatív egy tök egyedi dolog, úgyhogy egyáltalán nem egyedi, mert nincs benne semmi egyedi. Lényegében. Szerintem vannak benne nagyon kreatív megoldások, amit máshol nem nagyon láttunk sorozatokban. Mint például? Nekem nagyon erős volt ez a nyitó jelenet, hogy igazából ilyen totál nonsense volt. Igen, az mindig nonsense, és én azért nem szeretem. De van egy ilyen érzésem, hogy elég hamar ki fog derülni, hogy ott mi történt. Hát bízom benne, csak itt megint bejön ez a probléma. Ez az igazi nagy probléma, hogy te már kérdezted utána rögtön azt, hogy hol a következő rész, mikor jön a következő rész. És itt a probléma, hogy ez nem egy olyan sorozatnak néz ki, amit hetente kéne kidobálni. De hát gondolj bele, hogy mennyien várják. Igen, és hogy egy héten keresztül fognak erről beszélni, tehát én értem, és én ezzel egyet is értek, de én, mint néző, nem hiszem, hogy hetente fogom nézni, mert nem vagyok ennyire őrült. Én akarom, úgyhogy neked is muszáj. Hát akkor nézed, én nem vagyok hajlandó. Szerintem jó, hogy fenntartják az érdeklődést, és nem egyből ledarálod, és vége, hanem... Igen, de engem ez egy kicsit zavar. Engem nem ez olyan szempontból sem, hogy akkor nem végre egy sorozat, amit nem fognak leszpoilerezni nekem. Azt, hogy tudod, hogy ezt nem aznap nézed meg, vagyis éjfél környéken. Éppen ezért fogjuk aznap megnézni. Akkor már... Már is le lesz bukva minden, mert minden tele van a netem vele. Persze, de hát addig elkerül a 24 órás social media detox. Hát kalappal hozzá, mert hogy Tom Cruise-t idézem, ez lehetetlen küldetésnek hangzik. Ó, legyen ez a végszó? Nem ez lesz a végszó. Akkor majd a végén mondd el még egyszer. Megpróbálom majd ott is. Szóval, Picard, akarok beszélni erről a második évadról, mert nyugi, csak lehet pihenni. Igen, mehetsz aludni nyugodtan, vagy bármit csinálni. Én pedig a Picardról szeretnék beszélni. A második évad elindult nagyjából már egy hónappal ezelőtt, és még nem jutott már odáig, hogy beszéljek erről a sorozatról, pedig bakker, mégis a kedvenc kapitányom, a kapitányom, és imádom azt a dolgot, amit Picard jelképez, még így közel 90 éves is, vagy 80-valahány éves Patrick Stewart. Igazából az első évad az egy nagyon érdekes élmény volt, szerintem voltak pillanatai, amik nagyon jól sikerültek, voltak olyan történetszálak, amiket inkább felejtsünk el, meg hagyjuk. Meg volt... pont ezekre vagyok kíváncsi. Nem fogok belemenni, azért nem fogok ebbe belemenni, mert én még mindig nem tudom eldönteni, hogy hogyan is viszonyulok az első évadhoz, mert tetszett is, meg nem tetszett is, de azt nem tudnám kifejteni 10 percben, úgyhogy a második évadról szeretnék beszélni konkrétan. A második évad azért volt nagyon érdekes nekem, mert amikor megnéztem az első részét, azonnal azt éreztem, hogy ez egy tök más sorozat. Rohadt nagy cseszett nagy rebootot kapott, úgyhogy megőrizte az első évadnak a történéseit, amit nagyon helyesen tett, és ez a második évad, ez kérlek szépen egy időutazós évadnak néz ki, és 2000 nem is tudom hányba röpködtek vissza az időben, viszont minden esetre baromira érdekes az egész. Onnantól kezdve, hogy behozott Q-t, aki ugye az új nemzedék egyik legnagyobb ellensége volt rögtön a legelején, kezdve tulajdonképpen, és hogy párhuzamállított Patrick Stewartnak a figurájával, és hogy megváltoztatod a jövőjüket, tulajdonképpen az egész idősíkjukat, miközben egy egészen érdekes szituációba rakod, de szóval nagyon-nagyon érdekes volt az alapkoncepciójának az egész szezonnak, nagyon jó az, hogy Q visszatért, nagyon jó az, amit abból a figurából egyelőre úgy néz ki, hogy ki fognak tudni hozni, úgyhogy a nyitás az nagyon más volt, de nagyon jó volt. Sokkal inkább azt éreztem, hogy nem azt éreztem, hogy egy Star Trek sorozatot nézek, még mindig, de úgy éreztem, hogy valami olyan sorozat kezdődik el, egy olyan szezon kezdődik el, amit én szívesen fogok nézni. Egyelőre nem is cáfol rám, hiszen minden héten nézem az epizódokat, és minden héten elégedetten nyugtázom, hogy ó, ez jobb volt, mint az előző, ó, ez jobb volt, mint az előző, és igazából az egész szezon egyelőre 4 rész alapján elég magasról indult. És az, hogy képes hétről hétre még jobbá válni, képes egyre inkább valami olyan dolgot letenni az asztalra, amit elvártam volna az első évattól is, de ott nem mindig sikerült, vagy nem úgy sikerült, az azért eléggé pozitív dologról tesz tanulbizonyságot. Szóval, hogy utaltam már el, az egy időutazós évad, vissza is utaztunk az időben, van egy Borg királynő a fedélzetem, és tulajdonképpen most Agnesnek van egy különösebb történet, érdekesebb történetszála a Borg királynővel, míg a többiek lejöttek a földre, ugye Picard találkozott egy régi barátjával, Whoopi Goldberggel egy korábbi epizódban, és most találkozott annak egy fiatalabb verziójával is, ami szintén egy nagyon-nagyon zseniális húzás volt, hogy azt hitte, hogy ő a figyelő, vagy nem is tudom ki az Isten, akit meg kellett találniuk a földön, miközben Rios tulajdonképpen próbálják kitoloncolni Amerikából, mert hogy ugye volt egy balesete, amitán ugye a Loss rosszul landolt a földön, volt egy balesete, ott pedig megpróbálta megmenteni a mexikói orvosnőt, és mind a kettőjüket lesítelték emiatt, a nőt nyilván értelemszerűen elengedték, ő pedig, hát tulajdonképpen őt pedig úgy néz ki egyelőre, hogy kitoloncolják az országból, és ugye jön 7-9-ed, és... mindig elfejtem Picard kollégájának a nevét, na mindegy, ők ketten pedig próbálják meg őt megmenteni. Tulajdonképpen tök érdekes volt, mert hetes soha nem vezetett még autót, és most beültek, és egy bazi nagy autós üldözés is volt, és miközben megálltak, úgy sikerült Agnesnek összehoznia a teleportot is, és teleportot? Aztán azt hiszem teleport a neve, de nem tudom, fáradt vagyok már, nem biztos, de teleport. Az lesz az. Mindenki. Transport. Nem? Most már engem is összezavarsz. Jó, minden. Hülye szavak jutnak eszembe. Lényeg, hogy sikerült eltüntetni őket onnan, és mindenki csak pislogott, hogy what? És tök jó, hogy ezt a modern... Tehát egyébként tökre érdekes, hogy a Discovery az előre ment az időben, a Picard pedig visszamegy az időbe. És ez valahol egy tök jó párhuzamnak is tűnhet, vagy egy tök érdekes aspektusát tudja megtestesíteni. Miközben azért itt a negyedik részben, ott kaptunk egy kis vízelítőt abból, hogy tulajdonképpen mi is a Picard birtoknak a sorsa Franciaországban, amit én baromira érdekesnek találtam, mert szerintem nagyon keveset tudtunk arról, hogy mi is történt itt az évtizedek vagy évszázadok során. Úgyhogy nagyon jó volt az is, hogy a Picard családnak a történetéről kaptunk egy kisebb pármondatos elemzést, vagy nem is elemzést, hanem inkább történetet. És tulajdonképpen ez az egész szezon egy annyira jól összetákolt dolog. Tehát az első évad is egyben volt. Az első évadnál is azt érezte az ember, hogy ez tök jól működik, tökre megvannak benne azok az apró kis elemek, amik folyamatosan tudják előre vinni a történetet, de közben mégis voltak olyan dolgok, amik hiányoztak belőle, és azokra én azt érzem, hogy a második évadban viszont sikerült helyükre tenni ezeket a dolgokat. Nem azt mondom, hogy jó, nem azt mondom, hogy ez egy olyan Star Trek sorozat, amit én szerettem volna, mert egy olyan Star Trek sorozat, amit én szerettem volna, akkor abban benne lenne még Riker is, tehát azért rá kellene különbünk, azt nem tudom elképzelni egy igazi, nem is tudom, új nemzedék vagy pikáros évadot, mert azért mégis Kéne a legjobb barát, mert az egyesnek a szerepe az szerintem nagyon fontos az ő életében, plusz ugye az ő neje is, aki szintén Marina Sirtis alakításában nagyon fontos eleme lenne. Őket én nagyon szeretném látni, nyilván nem fog megtörténni ebben a 3 évados sorozatban, remélem azért a következő évadban még visszatérnek Jonathan Frakes-ék. Tulajdonképpen az, amit itt letettek nekünk az asztalra ebben a második évadban így 4 rész alapján, nagyon-nagyon biztató, nagyon-nagyon azt érzem, hogy tök jót tesz neki egyébként ez a modern közeg, tök jót tesz neki ez az időutazás, tökre jó az, hogy Q-t visszahozták, tökre jó az, hogy a borgok ilyen kulcsfontosságú szerepet tudnak betölteni ebben a történetben, és tökre jó az is, ahogy Picardéknek tulajdonképpen meg kell menteniük a jövőt, és meg kell akadályozniuk azt, hogy komoly pusztulás történhessen, vagy bármilyen olyan dolog történhessen, ami nem lenne jó a világ szempontjából. Na, dióhéjban ennyit szerettem volna mondani a Picardról, remélem addig kiinstáztad magad. Nem insta volt Reddit, de köszi. Sokkal rosszabb. Na, mindegy. Van még valami, amit szeretném mondani? Mennyire érdekel ezek után téged a Picard? Hát kettős érzéseim vannak. Azt a részt, amit megfigyeltem az alapján azt mondom, hogyha lesz szabad időm rá talán. Tehát soha az életben? De úgy sem lesz, viszont én most még mindig a Moon Knight hype-jában élek. Jó, akkor szia, menj vissza szépen reditezzük. Pedig kérdezted, hogy van-e még mondani való, hát lenne ezer, de... Most már nem fontos. Ha nézzétek a Picardot, akkor mindenféleképpen mondjátok meg nekünk lent a kommentekben, hogy mi tetszik ebben az új évadban, mi az, ami nem, mi az, amit trekkerként imádtok benne, és mi az, amit trekkerként utáltok benne. Felteszem mind a 2 oldalról, mind a 4 oldalról igazából van valami, amivel bele lehet kötni. Mi az? Trekkernek van 2 oldala, meg a nem trekkernek van 2 oldala, az 4 oldal. Legjobb tudomásom szerint. Nem tudok belekötni. Köszönöm szépen, jó volt a logikám ezek szerint. Szóval beszélgessünk popkultúráról és minden egyéb dologról lent a kommentekben, mondjátok meg, hogy Will Smith-szel minek kéne történnie, és mik azok a dolgok, amiktől ti rettegtek ennek hatásaként, és igen. Semmi, csak nem tudom elképzelni, hogy egy átlag hallgató nagyon rettegne ennek hatásaként bármitől, de ha rettegtek, azt is írjátok le, mert nagyon kíváncsi vagyok. Én rettegek, mert hogyha komikust fölpofoznak, akkor az azt jelenti, hogy a komikus, mint munkakör, az ki fog halni. Hát szóval vagy legalábbis veszélyes. Tönkre, tehát el fog sorvadni, vagy ki fog üresedni, inkább azt mondom. Mármint nem szó szerint értve, érted, mire gondolok? Persze, nem lesznek viccesek a komikusok, tehát nem lesznek komikusok. No, olyanok lesznek, mint te. Én vicces vagyok. Bizonyos értelemben. Figyelj, én megcsináltam Steve Martinnek a Masterclass-et, és utána írtam is egy 15 perces stand-up műsort, amit soha nem volt lehetőségem előadni, szóval I'm kind of vicces. Szóval minden, amit elképzeltem rólad, igaz. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma is, beszélgessünk ezekről a dolgokról lent a kommentekben. Ha láttátok a Moon Knight-ot, akkor mindenféleképpen írjátok meg. Találkozunk legközelebb, addig vagy popkultúrában rettentően gazdag hetet kívánunk. Frasier has left the building.